Üdvözlöm a kedves hallgatókat itt a Roboraptor Podcast legújabb adásában, ahol az előző két egészen monumentális adás után most kicsit könnyedebb vizekre fogunk evezni, ugyanis nem fogunk sem 100 filmmel foglalkozni, sem pedig olyan fajsúlyos alkotásokkal, mint a Shrek második része, hanem egy könnyed kis sorozat kibeszélő fog következni, illeszkedve az évadunk tematikájába, amiben ugye évfordulós alkotásokról fogunk beszélni, úgy most egy 25. születésnap kapcsán gyűltünk így össze, ugyanis 25 évvel ezelőtt mutatták be minden idők talán legfontosabb vagy legnagyobb hatású HBO sorozatát, a Mafiózókat, amelyeket mindannyian szeretünk, és ezért most jól ki is beszéljük. Ez a mindannyiunk pedig áll belőlem, ez most elég bunkó dolog volt magammal kezdeni a bemutatkozást, de rajtam Pongrácz Mátén kívül itt van velünk Nagy Anna, a Roboraptor szerzője, illetve a Roboraptor könyves podcastjének, a Bibliomancernek az egyik műsorgazdája, amelyből már jelen állás szerint két nagyszerű adás felkerült az internetre. Hallgassátok azt is, a mindenféle, jól tudom, sci-fi, fantasy, horror, ilyen könyveket beszéltek ki, meg könyvtörténelmet, meg ilyesmiről van szó. Igen, az első évad a sci-fi könyvek. Szuper. És hát itt van velünk Hartai Dávid is, mint mindig. Sziasztok! Én Pongrácz Máté vagyok, és hát kezdjük el! Ha kérdéseid vannak... Honnan fogom tudni, hogy melyik a jó erő? Tudni fogod. Csak légy nyugodt, békés, szemlélődj! Ha válaszokat keresel... Ez a valami egy vírus? Pontosan. Ez esetben a bárányhimlő vírus, amit genetikailag úgy módosítottunk, hogy használjon és ne ártson. Ha szomjazol a tudásra... Fogalmat sincs, mivel állsz szemben. A Shakespeare összessel? Jó anyád tudja, hogy ruháit viseled? A hajta kíváncsiság? Két lehetőséged van. Velem vagy, vagy elmész. Melyiket választod, rózsaszín? Elmondjuk a megoldást. Hallani akarom az ajánlatot. Roboraptor Rádió. A Geek Filmes kibeszéli podcast. Szóval üdvözlünk minden hallgatót így az intro után is. Hárman gyűltünk össze, hogy kibeszéljük az idén 25 éves sorozatot, a Mafiózókat, és a The Sopranos című HBO drámát, ami hát gyakorlatilag szerintem nem túlzás azt mondani, hogy az elmúlt 25 év prominensebb filmes listáin mind a top helyzeteken szerepel, de szerintem még az elmúlt pár évben... sorozatos listáin. Ja, igen, bocsánat, sorozatos top listáin prominens helyet tölt be az elmúlt 25 évben folyamatosan, hivatkozási alap gyakorlatilag minden olyan elemzésben, ahol a sorozatok újkori történetéről beszélnek, vagyis a 2000-es évek aranykoráról, úgyhogy semmiképp sem szerettük volna mi se kihagyni, hogy itt az évforduló kapcsán beszélgessünk róla. Mielőtt nagyon belemennénk abba, hogy miről is szól ez a sorozat, hogy miért ajánljuk annyira, egy pár szóban beszéljünk már arról, hogy ti mikor találkoztatok ezzel a sorozattal először, Anna? Szerintem én egyetem alatt került elém, amikor sorozatokat kerestem, hogy néznék valami nagyon jó sorit, alapsorit, de akkor valamiért az első évad úgy nem tudom, nem fogott meg, vagy nem kötött le, és aztán a Covid alatt elkezdtük nézni, és akkor végigdaráltuk pár hónap alatt az egész évadot, és az volt a vicces, hogy a család is akkor kezdte nézni, úgyhogy a Covid erre jó volt egyébként, hogy felfedezzük az új klasszikusokat. Én is hasonlóan néztem meg, mert nem tudom, mikor találkoztam vele először, valószínűleg 10 éve vagy 15 éve, emlékszem, még szemeztem a MediaMarktba vele a DVD-n, hogy meg kéne venni, meg kéne nézni, mert már hallottam róla, hogy ez egy nagyon jelentős, fontos sorozat. Neked ugye eleve szeretem a gangster filmeket, gangster történeteket, szóval már réges-rég látnom kellett volna, és végül szerintem én is olyan bő 2 vagy 3 éve, még a Covid alatt kezdtem el, emlékszem, hogy rendeltem egy nagy pepperonis pizzát, és akkor leültem, és elindítottam az első epizódot, amiben az volt, hogy egy férfi bemegy a pszichiáterhez, és aztán nem tudom, kisebb-nagyobb kihagyásokkal utána így 2 év alatt ledaráltam, és egy fantasztikus utazás volt. Azonnal gyakorlatilag az ilyen top kedvenc sorozatom lett. Én is egyébként nagyjából az egyetem alatt találkoztam vele először, akkor el is kezdtem nézni, és eljutottam körülbelül a 4. évad közepéig, de igen, ez saját
koromot bevallva, itt ez egy jó 10-12 éve volt először, amikor én a sorozatnak nekiültem. Aztán valamiért elterelődött róla a figyelmem, ott valahogy a negyedik évad körül éreztem azt először az első nézéskor, hogy ez egy picit elveszít, és aztán nem is tértem vissza rá, csak egy pár évvel később, utána viszont sokkal jobban tudott magával vinni, és azóta már most aztán talán harmadjára néztem újra erre a podcastra készülve, és hát nagyon érdekes egyébként, hogy 10 évvel később mennyire másképp néz sorozatokat az ember, mert hogy sokkal jobban vitt magával már az elejétől kezdve, sokkal jobban élveztem ezt az egészet, amikor később nekiültem, és most is. Ha jól értettem, akkor mindenkinek nagy kedvenc ez a sorozat, így hát nyilván nem is azért beszélünk róla, csak mert hogy egy fontos darab a sorozat történelemben, hanem azért, mert iszonyatosan kedveljük. Minden esetre nagy hivatkozási alap a sorozat, a 2000-es évek sorozatos boomjába, ugye sokszor beszélnek róla úgy, vagy hát az az általános beszédtárgya, hogy ez a sorozat megalapozta azt, amit ma sorozatkultúrának látunk, azt a nagy boomot, amikor rengeteg dráma sorozatot kezdhette magának felfedezni a közönség. Ugye ez még azért bőven a 2000-es évek elejét jelenti, és hát ugye az HBO-t is ez rúgta be azon az úton, ami egy prominens szereplője volt egészen az elmúlt évekig a sorozatos kultúrának. Mi az elmúlt évekig? Hát mióta mondjuk a Max egy új fejezet nyílt a hát ez most a történet. Jó, de ez most történt, szóval hát már azért... Szomorú, hát de ne temessük már rögtön. Ez 2-3 éve történt, úgyhogy sőt, hát jó, de több is. Azért nem tudom, tavaly ért véget a Succession, minden idők egyik legjobb HBO sorozata, és azóta most eltelt pár hónap, és jó, azóta nem termelt ki egy újabb klasszikust. Hát de nem azt, de értem. Értem, aggasztó hírek jönnek a Discovery felvásárlás óta a Warner Brothers és az HBO házatájáról, de hát én ne vészmadárkodjunk már, majd 2 hét múlva a következő adásba, ha még folyamatosan tart ez a tendencia, akkor már elmondhatjuk, hogy tényleg befellegzett az HBO-nak. Most még próbáljunk meg a jó dolgokra emlékezni, és a jó dolgokkal kapcsolatban annyit hozzátennék, hogy nem ez volt az HBO-nak az első ilyen high concept sorozata, és ezt csak így a margón szeretném mondani, hogy ugyanis a mafiózók előtt készült el az Oz, azaz OZ, nevű börtönös sorozat az HBO-n, amiben már sok olyan jellemző benne van, ami a mafiózókban is majd benne lesz, csak azért ajánlom, mert amúgy az egy fantasztikus sorozat, és hát viszonylag nem tudom, szerintem így elsikkadt a mafiózóknak az egyértelmű és mindent letaroló sikere mellett, pedig egy hasonlóan formabontó sorozat volt ez a 90-es évek végén, 2000-es évek elején, mint a mafiózók, csak a mafiózók lett a nagyobb siker, és amúgy lehet, hogy érthető módon is. Abszolút semmiképp nem szabad elmenni az Oz mellett, Tom Fontana remek sorozat, és hát ez volt igen az HBO első próbálkozása arra, hogy valamilyen teljesen más dolgot csinálja, mint eddig a drámatelevíziótól meg lehetett szokni. Ugye egyrészt azt szögezzük le, hogy amikor ezekről beszélünk, leginkább a drámasorozatokról és nem a vígjátékokról beszélünk, mert azért ott a szitkomokkal kapcsolatban szerintem teljesen más utat jár be az elmúlt 30-40 év, és abszolút nem összevethető azzal, amit mondjuk itt az HBO csinált a mafiózókkal, ráadásul ugye ugyanezzel párhuzamosan gyakorlatilag a vígjáték tévé kapcsán is elkezdett egy formabontóan gondolkodni, hisz még a mafiózók előtt tették adásba a Sex és New York-ot, ami szintén egy abszolút mérföldkő volt a vígjáték sorozatok, vagy hogy mondjuk ezt átfogóan szitkomokra. Hát én nem láttam, bevallom, nem láttam a Sex és New York-ot, szóval fogalmam nincs, hogy ez szitkom. A lényeg, hogy ez is párhuzamosan ugye hasonló klasszikus lett belőle, teljesen más vonalon, de a lényeg, hogy igen, itt a mafiózóknak azért ahhoz, hogy ebből a sorozatból lett az az ugródeszka, amit, ahogy mondtad, Origónak tekintetünk most, vagy tekintünk általában, ahhoz az eszméletlen nagy siker, mint közönség, mint kritikai siker is kellett, meg hát az az óriási érdeklődés, ami évről évre övezte, illetve korán sem mondhatjuk azt, hogy ez volt az első, ami ilyen új dolgokkal próbálkozott, vagy olyanokat próbált bevetni, amit így a tévétől teljesen nem
tévésorozatoktól nem szoktunk meg, de hogy valahogy itt sikerült, a Sopranos lett az, ami ezzel átütő sikert is tudott elérni, és tudta koncentrálni az összes olyan dolgot, és szabadott neki csinálni. Mert hogy az is fontos, hogy az HBO itt azért elég nagy szabadságot adott David Chase készítőnek ahhoz, hogy az ötleteit teljesen az eddig megszokott sémáktól eltérően tudja megcsinálni. Főleg az, hogy ugye, ami azért is érdekes, mert kezdetben ugye nem sokan bíztak ebben a sorozatban, hiszen több ugye tévécsatorna visszautasította, ráadásul ugye ami fel is tűnhet a nézőnek, hogy a mafiózók első része és az első évad berendelése között eltelt egy év gyakorlatilag, ami alatt ugye kicseréltek egy csomó színész, szóval ez korán sem az volt, hogy elkészült és azonnal egy ilyen hatalmas siker lett, és rögtön látta mindenki, hogy ez mennyire zseniális, és még utána sem volt biztos egy csomó, az a legtöbb évad úgy ért véget, hogy nem tudták, hogy akkor lesz-e következő második, harmadik, negyedik évad. Hát igen, meg alapvetően ugye a pilotot lefürgettek már 97-ben, és a sorozat 99 januárjában került adásba, tehát tényleg rohadt sok idő eltelt a forgatás, az első rész forgatás és adásba kerülés közben, de maga a második rész leforgatásáig is eltelt egy év, és nem is csak a sorozat szereplők, vagy néhány mellékszereplő kicserélése feltűnő, hanem hogy James Gandolfini, mint a Soprano megformálója a pilot, meg a második rész között, hogyha megfigyeled, ilyen hát elég sokat gyarapodott testben, mert hogy egy idő eltelt, szóval vannak ilyen furcsaságok, de igen, való igaz, hogy sosem volt biztos az, hogy visszatér-e újra évadra, de én kevésbé gondolom ezt annak betudhatónak, hogy sors lebegett a levegőben, és nem tudtak dönteni rajta, mint ez, hogy az HBO ezzel nagyon óvatos volt, mert hogy folyamatosan sikeres volt a sorozat, úgyhogy itt inkább valószínűleg az történetet, hogy mivel az első ilyen nagyon prominens hosszú ideig tartó sorozata volt, ezért semmit nem akartak előre lefektetni. És mit gondoltok? Az, hogy ez ilyen kulturális mérföldkövé vált ez a sorozat, vagy ekkora hivatkozási alap, meg ilyen klasszikus, milyen vonásainak köszönhető ez? Mi az, ami szerintetek ezt megalapozta, vagy amit teljesen más csinált, és amit ilyen feltűnő jelenség lett és népszerű, valamint akár az, hogy személy szerint ti mit szerettek annyira ebben a sorozatban? Anna? Fú! Ugye David Chase mondta pont egy nemrégi interjújában, hogy a mafiózók előtt nem nagyon voltak ilyen nagyon összetett szereplőkkel rendelkező, sok morálisan szürke zónát, meg szürke kérdéseket felvonultató sorozat, hanem azt mondta viccesen, hogy a tévé unalmas volt, és hogy sokszor az a reklámok izgalmasabbak voltak, mint maguk a műsorok. És szerintem az egyik ilyen nagyon-nagyon erőssége az pedig pont az, hogy a főhős egy antihős kvázi, aki egy nagyon összetett karakter, akivel egyszer együtt tudunk érezni, és megvetjük őt azért, azokért a dolgokért, amiket tesz, hát de mégis tudunk. Hát, hát a gyilkosság, jó, oké, ezt napoljuk el. Korán állásfoglaltál. De mégis valahol egy kedvelhető karakter, és ugye az összes többi, még a mellékszereplők is egy nagyon összetett karakterek a sorozatban, és én mi van? Semmi van. Csak igen, de tényleg, amúgy csak eszembe jutott az egyik karakter, és de belegondoltam, és ő is tényleg összetett, szóval igazából. Nem tudom, melyik pszichopata, bérgyilkosra gondol. Pólira. Ja, annyira tudtam, hogy Pólira gondol. De Pólinak is van valami, egy emberi oldala. Én ezt majd erre ki akartam de, ott térni, csak karakterekről beszélünk. Tehát, hogy ő tényleg egy pszichopata, de neki is megmutatja valahol mégis egy másik oldalát a sorit. Na, szóval nekem ez volt az egyik nagyon szimpatikus része benne, meg tényleg az, hogy nagyon sok mindenről szól. Tehát nem csak a mafiáról, meg a bűnözésről, hanem tényleg az élet nagy kérdéseiről, a Tony családjától kezdve, élethalált, minden nagyon-nagyon összetett. Szerintem ez abszolút benne van, és nekem is ez lett volna az egyik, amit mondani akartam. Ugye korábban fölmerült itt köztünk, megemlítettétek a Sex és New Yorkot, és én meg, ha még emlékeztek rá, én elmondtam, hogy fogalmam sincs, mi ez a sorozat. Mármint olyan értem, hogy nem tudom, hogy milyen műfajú, mert hogy én sose láttam, szóval és én sem mondanám szitkomnak, most ez egy kérdés, hogy szerintetek a Sex és New York nem inkább egy modern szappanopera? Inkább egy ilyen kicsit kozmopolita szappanopera, nem? Mindegy, nem tudom. Ami viszont szappanopera,
az a mafiózók. És szerintem ez volt kicsit a sikerének a titka, hogy a korábbi ilyen rendőrös, meg maffiasorozatok nem is voltak, főleg a filmek ugye, igen, maffia filmek voltak, meg a, hát a, az ilyen rendőrös heti sorozatok, amin igen. Például ugye a maffiózók alkotója, David Chase is dolgozott, ez a Rockford Files nevű, ami nem tudom, hogy Magyarországon milyen címen, mert meg a San Francisco utcái, szóval ez úgy néztek ki, ugye van egy főszereplő, és elkapja a bűnözőt minden epizódban, és gyakorlatilag nincs semmi átívelő szál. És emellett meg nyilván voltak a családi szitkomokban meg ugye gyakorlatilag ugyanaz történik mindegyik epizódban, hogy van egy adott díszlet, vannak adott nagyon merev karakterek, és közöttük van valami félreértés. És ehhez képest tényleg a maffiózók az egyik első ilyen baromi nagy sorozat, vagy hát úgy értem populáris sorozat, mert a nyilván a Twin Peaks is például már korábban egy ilyen átívelő szára építkező sorozat volt, nem egy ilyen heti nyomozós. De ugye a maffiózók tényleg egy részben azért az egy szappanopera, abban az értelemben, hogy az foglalkozik ugye a főszereplő, ugye, aki Tony Soprano egy gengszter vezér, az ő családi állapotával. És ugye a korábbi maffia történetekben, akár filmben, akár sorozatban ez nem merült fel, mert a korábbi, nem tudom, maffia filmekben egy sepphelyes arcúba, egy nagymenőkbe, egy keresztapába, akkor merülnek fel csak a családi szálak, hogyha azokat érinti maga a maffia rész. Szóval arról nincsen szó, hogy a keresztapába a Michael Corleone hogy viszi iskolába a gyerekét, vagy hogy mit csinál akkor, amikor a gyerekét kicsapják az iskolából, vagy a nagymenőkbe. Nincsen arról szó, hogy a Ray Liottának a barátnője milyen templomi, nem tudom, eseményeket szervez. Gyakorlatilag csak a gangster életet mutatják be ezek a dolgok. A mafiózók meg azt csinálja, hogy gyakorlatilag a főszereplője egy átlag fószer, egy ilyen pacek, akinek van egy munkája, a munkájával nagyon sok stressz éri éppen, hiszen éppen át kell venni a családi vállalkozástnak a vezetését, közben ugye vannak a különböző családi problémái a gyerekeivel, a feleségével, közben csalja a feleségét, életközepi válságban lévő figura a főhős, egyetlen egy különbséggel, hozzánk képest, hogy ő éppen a New Jersey maffiának a feje. És a sorozat ugye ezekkel a szálakkal is foglalkozik, és ezek is adják az átívelő szálat, szóval egy családi dráma lesz, és rengeteg női karakter is van benne, és rengeteg női sorsot is bemutat, hogy mit csinálnak a női karakterek ilyen toxikus férfi közegben, ami már ugye például a nők számára is valószínűleg nézhetővé, vagy azonosulhatóvá tette a sorozatot, ahhoz képest, hogy egy olyan, nem tudom, maffia történethez képest, aminek a 90% arról szól, hogy Al Pacino legépisztolyoz mindenkit. Szóval szerintem ez egy nagyon fontos része ennek az egész high concept felépítésnek, hogy tényleg nem az van, hogy minden részben csak történik valami, egy darab valami maffia dolog, és nem csak az volt, csak a maffia szára van az egész sorozatnak a cselekménye felhúzva. Másfelől, még nyilván a nagyon komplex karakterek, amiket mondtál, és harmadfelől, hogy filmnek néz ki ez a sorozat, és nagyon szakít a korábbi tévés megjelenéssel, és sokkal filmszerűbb az egésznek az operatőri munkája és a kivitelezése, és még mai szemmel is olyan beállítások vannak ebben a sorozatban, hogy ez baromi látványos, és tényleg így elfeledkezel róla néha, hogy egy tévésorozatot nézel, nem pedig egy mozifilmet, mert tényleg úgy van fölvéve egy csomó helyen, hogy mintha egy mozifilmet látnál. Szerintem az, hogy perceken keresztül csak montázsokat nézünk, és valami rohadt jó zenét alávágnak, tehát mint a második évad is így kezdődött, és például a Sons of Anarchy is szerintem merített ebből is, ha már egy később sorozatokról, mert abban is nagyon sok ilyen zenés montázs. És a zenéskel kapcsolatban az egy jellemzője a maffiózóknak, hogy nincsen filmzenéje, csak felhasznált slágerek, és ez is egy újdonság volt akkoriban, amit ma meg már tényleg mindenféle kortárs hollywoodi filmben, meg sorozatban előszeretettel használnak, hogy slágereket emelnek be, és a mafiózók ebben is úttörő volt, nincsen saját mafiózók filmzene, hanem mindenhol különböző korábbi slágereket használ be, és néha például nagyon ironikusan rak be, vagy visszatérő zenei elemeket használ ilyen korábbi, nem tudom,
számokból. Igen, az tök jellemző például, hogy David Chase milyen, itt is milyen komplex módon gondolkodott azon, hogy mit akar elmondani, meg hogy hogy teszi ezt a közönség alá, vagy a közönség elé, hogy ezek a needle drop-ok, ezek ilyen nagyon konkrétak mindig, hogyha megszólal egy zene, az mindig valahogy arra utal, hogy mit is láttál, vagy mit csinálnak, mit éreznek, vagy mit gondolnak a karakterek, és így a szövegnek, vagy ennek a zenének is van egy olyan jelentéstartama, hogy nem csak hangulatban, hanem magának a jelentésében is alátámasztja azt, amit láttál előtte. Én azzal azért vitatkoznék, hogy mennyire szappanoperás mondjuk a mafiózók, mert azért szappanoperáknak szerintem sokkal inkább jellemzője az, hogy nagyon túlzó módon próbálnak valami családi vagy személyes problémákról mesélni, de hogy folyamatosan olyan dolgokról, tudod, ami egy kicsit így tök eltávolik a valóságtól. Igazad van. Szóval a... például szerintem jobb példa, mert az direktbe egy kicsit szappanoperás. Ezt... Itt viszont szerintem a kettő egy picit összefügg, hogy Anna nagyon jól mondta, te is Máté, most ezen kívül, hogy szerintem nem éppen szappanoperához érdemes hasonlítani, de hogy a komplex karakterek azért működnek jól, mert nagyon életszerűek. Az, hogy Póli mennyire a szószoros értelmében vett komplex, az nyilván megkérdőjelezhető, de az, hogy mennyire életszagú az, meg a problémáik is, meg ahogy viselkednek, azt teszi szerintem igazán kiemelkedővé. Ebben igazad van, igazából bevallom a szappanopera jelzőt, kicsit hatásvadászként használtam, de ugye, hogyha megnézzük, mint televíziós műfajt, ami családi drámáról szól, főleg a mafiózók előtt, azok tényleg a szappanoperák voltak, szóval voltak a nagyjából a... Nyilván voltak kivételek, de alapvetően, mit tudom én, voltak a heti nyomozós sorozatok, a szappanoperák, akár egy Dallas is azért egy szappanopera bőven, ami az ilyen családregényszerű történetek, meg a nem tudom, tényleg szitkomok. És akkor a Sopranos meg gyakorlatilag több műfajt igazából vegyít, és egy, a Sopranos, vagyis a mafiózók, ugye egy drámasorozat. De rengeteg humor van benne, és néha vannak olyan epizódjai, amik konkrétan egy szitkommal érnek fel. A Beraniel. Igen, gyakorlatilag. De közben meg igen, egy családregény is, de közben meg egy gangster történet is. Igen, és nekem szerintem nagyon jó a kiinduló pontja az egész sorozatnak, hogy egy maffia vezérnek pánikrohamai vannak, ezért pszichiáterhez fordul. Érdekesség, hogy ezt amúgy David Chase ugye eredetileg mozifilmként készített el, és nagyjából akkor, amikor végül adásba került ugye a mafiózók, akkoriban, vagy nem sokkal később, vagy lehet, hogy kicsivel pont előtte jött ki ugye az a... Utána valamivel. A Csak egy kis pánik, amiben ugye Robert De Niro, a mafia főnök, aki elmegy a pszichiáterhez mozifilm. Igen, bocsánat, hogy megkasztalak, de csak egy olvastam David Chase-el egy ilyen interjúkötetet, és ott egy csomót beszél erről, hogy ilyen iszonyat pánikba voltak, hogy előbb ki kell rakni, mert hogyha a film Csak egy kis pánik után jön ki, akkor biztos, hogy senki nem fogja, és valószínűleg igaza lett volna, hogy egy ilyen Robert De Niro-s maffia vígjáték után, aminek ugyanaz az alaptézis, hogy senkit nem érdekelne egy HBO-s dráma, érted, amit így senki nem látott hasonlót, de szerencsére sikerült januárban évelején még ugye adásba tenni, és iszonyat sikere volt, úgyhogy ez így, ez a párhuzam nem is ülte meg szerencsére a sorozat sikerét. Bocsánatom, hogy itt megszokítottunk. Ja, semmi. Igen, és ráadásul Chase-nek azt is mondták, hogy a maffia filmek már nem menők, nem mennek, ezért legyen inkább sorozat. De visszatérve még a pszichiáteres szához, hogy ez ugye végigmegy az egész sorozaton, és azt a kérdést is felveti, hogy egyáltalán meg lehet-e úgymond gyógyítani Tony Sopranót, akinek nem csak pánikrohamai vannak, de egy antiszociális személyiség is. Tehát, hogy van egység. Ezt egy kicsit szerintem. Költői kérdés az elején. De igen, tehát a maga kiinduló pont is nagyon érdekes, és egyébként Chase azt is mondta, hogy neki a saját édesanyja is volt egy inspiráció ehhez az egész sztorihoz. Részvétem. Sőt, abszolút módon, hogy előbb volt az a sztori, hogy az anyáról ő szeretne egy filmet, vagy a felesége mondta neki, hogyha jól emlékszem, hogy az anyád olyan vicces, hogy róla kéne csinálni egy sorozatot, és akkor ezen elkezdett gondolkodni, és hát gyakorlatilag ez volt az alapötlet. Igen. Aztán kellett valami plusz hozzá, mert az első koncepcióban még, mint maga Chase is, valami tévéproducer lett volna, és meg az anya kapcsolat mondta, hogy ki a szart érdekel egy tévéproducer élete, és akkor oda eljutottak, hogy hát akkor végül is lehetne egy mafiózó is, attól még izgalmasabb lesz.
Aki esetleg nem látta volna még valamiért a Mafiózókat, az, most az egyrészt nézze meg, nem tudom miért a podcastet hallgatja, lehet, hogy megnézné, csak nekik akarunk közölni, hogy a sorozatban ugye a Tony Soprano anyja az egyik legvisszataszítóbb filmes karakter, vagy sorozatos karakter, akit valaha bárki képernyőre rakott, annyira rossz indulatú, ilyen sátán asszony nőszemély, gyakorlatilag kellemetlenebb személyiség, mint az őt körülvevő összes tömeggyilkos, meg sorozatgyilkos, meg köztörvényes bűnöző. Igen, igen, majd a karakterek kibeszélésénél szerintem rá egy külön időszakot is szánhatunk. Visszatérve még egy pillanatra arra, amit mondtál, Anna, hogy azért is volt különleges ez a sorozat, mert egy abszolút kellemetlen embert, egy nem elvben nem szimpatizálható karaktert lakottatok középpontba, és valóban ez egy nagy dobás volt a sorozat részéről, hogy előtte nem igazán volt még olyan sorozat, ahol egy ilyen minden szempontból antihős tettek volna a középpontba, és vele kellett volna együtt érezni, és az ő mindennapjaiért izgulni. Voltak nyilván olyan karakterek, mondjuk leginkább sorozatokban, meg hasonló tematikában, ahol csináltak negatív dolgokat a karakterek, de az vagy jól meg volt indokolva, amikor túlléptek a morális határokon, vagy a törvény határain, vagy utána nem tudom, hosszú ideig mosdatták őket, hogy ne maradjon rajtuk az a morális megbélyegzés, de hogy a mafiózók meg tök ellentétes hát, irányban mozog, és ettől is volt formamondó. Igen, mert ugye nyilván maffia filmek így voltak, ahol nyilván gengszerek voltak a főszereplők, de azt mondom, a sorozatoknál is, amit előbb említettem, az Oz című börtönsorozat, ugye ahol nek a főszereplői börtöntöltelékek, de ott is a sorozat legelején az első számú főszereplő, az gyakorlatilag egy, hát nem is egy ártatlan faszi, de egy olyan faszi, aki egy ilyen adócsalás miatt kerül be oda a börtönbe, és nem. Nem, valami beherkázva elütött egy gyereket, és meghalt, hogy valami ilyesmi. Igen, nem egy törvényen kívüli, hanem egy átlag ember, aki bárki lehetne, és bekerül oda a börtönbe, és meg is szenvedi nagyon, és sokkal morálisabban, nyilván egy sokkal jobb embernek tűnik, mint bárki, aki ott ugye körülveszi. Ehhez képest meg tényleg a mafiózókban tényleg a gengszer keresztapa az elsődleges főszereplő, és nála csak rosszabbak vannak. Szóval egy csomó helyen még tényleg még ő jön ki morális győztesként, mert hogy mindenki más egy... Meg azért az Oz-ban ott ezért konkrétan le voltak feltetve azok a szabályok, hogy te most egy ország legszigorúbb börtönét tömeggyilkosokkal, bűnözőkkel, szociopatákkal összezárva töltöd, meg is voltak a pozitív karakterek, folytatóan van benne a pap, meg a nővér, meg igazgató, de hogy itt arról van szó, hogy folyamatosan libikókáztat a nézőt is, hogy minden olyan dologra, amitől empatizálni tudsz, vagy esetleg még szimpatizálni is kicsit Tonyval, vagy a többi mafiózó haverjával, utána jön három olyan dolog, amitől undorodni tudsz tőle, és ezt ilyen elképesztő hintával oldja meg a néző szemszögében. Különösen a harmadik évadban kezdődik el ez a szem, mert hogy ott volt az, amikor David Chase azt tapasztalta, hogy kedvelhető karakterként, meg példaképként tekintenek az emberek a Tony Sopranóra, és Tony Soprano már az első három évadban is szörnyű dolgokat csinált, az első évad végén meg akarja ölni az anyját konkrétan, és ehhez képest tényleg egy csomóan meg így hősként, vagy ilyen antihősként, vagy férfi képként tekintettek rá, és akkor így csavart egyet a nem tudom, az erőszak, vagy a brutalitás, vagy a gonoszságnak a fokmérőjén, hogy még egyértelműen bemutassa, hogy ezek szörnyű emberek. Szóval erre az egyik kedvenc ilyen karakter pillanatom, van a Silvio nevű ilyen fő Samessa, ugye a, nem tudom, a Toninak, és a sorozat nagy részében ő így a háttérben van, és ilyen tanácsol, és ő tényleg úgy néz ki, mint egy ilyen gangster sztereotípia, kicsit mint egy paródia néha, és mindig csak tanácsot ad. És akkor van egy pillanatnál, nem tudom, szerintem a harmadik vagy negyedik évadban, amikor így az utcán így megver egy nőt, egy ilyen neki dolgozó prostitút, és ilyen nagyon bestiális módon neki esik, és így ellátja egy autónál így a baját, és így tudod, így hirtelen így, és addig így mosolyogtál rajta, hogy jaj, de jó fej ez a Silvio, meg mindig olyan jókat mond, és akkor ott így szembesülsz, hogy
ezek amúgy, ezek baromira nem jó emberek, amúgy, hogy ezekkel így talán nem kéne így leülni, sörözni, meg nem tudom, összejárni velük a Didi bárba így. Igen, sörözni utána 8 évig tartozol nekik valami. Igen, hát ugye nekem a kedvenc részeim amúgy, mielőtt gyorsan így, szóval ha megszakíthatom most így a menetet egy kicsit, nekem azok a kedvenc részeim, több ilyen rész van, amikor a Tonyéknak úgy a pókhálójába bekerül egy ilyen külsős átlagember, és ő lesz az epizódnak a főszereplője, és gyakorlatilag azt látjuk, hogy hogy esik szét az ő élete, csak azért, mert bekerült a Tonynak így a vonzás körzetében. Amúgy abszolút, nem most az utat teszem, egyrészt én is imádom ezeket a részeket, amikor ilyen kívülálló pofból mutatják be egy-egy történetet, de ugye erről az utat teszem, hogy abban is mennyire zseniális a sorozat, meg mennyire elgyűlálló, hogy nem is nagyon tudnék egy-két olyan sorozatot mondani, csak ami azóta erre képes volt, hogy minden egyes rész egy órás részek, vagy az elején még talán nem is egy órás részekről beszéltünk, és mindegyik egy olyan külön történet, amit egyébként így önmagában is meg tudsz nézni, és értelmet nyer, és el tudsz lehet, hogy iszonyat sokáig gondolkodni, hogy miről akarsz mondani, van története, nem csak arra szolgálnak az epizódok, hogy tovább lendítsék a évadot, úgyhogy ez így... Olyaj, Dávid, olyaj! Kedvenc témámra nyitottál rá, amit most így ki kell jelentenem, és üzenem minden sorozatkészítőnek, hogy az epizódok tök jó dolgok. Tessék epizódokba gondolkodni, mert igen, a epizód, a sorozat formátum erőssége és egy jó sorozat, az pont olyan lenne, mint a Mafiózók, ami ugye egy nagy átívelő sztorit mesél el, minden rész összefügg, de ezek amúgy különálló narratív egységeket jelenítenek meg ezek az epizódok, és nem úgy, mint egy kalambóba, hogy van mindegyik részben egy ügy, ami egy lezárt történet, hanem a nagy történeten belül kis történetek zajlanak le. És ezt nagyon kevesen tudják ilyen jól csinálni azóta is. A másik ilyen mestere ennek a Vince Gillian, ugye a Breaking Bad meg a Better Call Saul-nak a alkotója, és azok a sorozatok is úgy épülnek fel, hogy nyilván van egy nagy átívelő sztori, minden évadnak van egy nagy átívelő része, de a legtöbb epizód önálló narratív egységként funkcionál, hogy van egy epizódon belüli történet, ami elkezdődik az epizód elején, és véget ér az epizód végén. És nyilván a Mafiózók, meg rengeteg, vagy a legtöbb epizódja tényleg ilyen, hogy önálló narratív egységként tök jól funkcionál, és ha megnézel egy epizódot, nem azt érzed, hogy csak egy ilyen évad közbeni valamit nézel, és így egybefolynak, mint például Stranger Things-nek a epizódjai, az egész csak egy ilyen nagy masszaként tudod értelmezni, ahol úgy érzed egy csomószor, hogy véletlenszerű helyeken megvágta a vágóoló, hanem lesznek ugye kedvenc epizódjaid, és nem azért akarod darálni a Mafiózókat, mint a Walking Dead-et, mert az utolsó pillanatban bedobtak egy cliffhangert, amúgy meg addig nem történt semmi, hanem azért akarod darálni, és ezért kéne egy sorozatot darálnod, mert annyira jó volt az az epizód, mint filmélmény, amit megnéztél, hogy akarsz nézni egy másikat. Bocsánat, Dávid, csak nekem tényleg ez az egyik ilyen... Teljesen egyet tudok érteni. Egyébként a másik jó példa, hogyha már így felhoztad, mikor rávezettél, hogy ne legyen saját véleményem, a Succession, az utódlás, ami szintén így egy-egy résznek is megvan a saját sztoria, és nagyon szépen illeszkedik a végén bele az egész történetfolyamba évadonként, vagy az egész 4 évadba, de hogy mindegyik egy gyakorlatilag egy esemény körül épül. Meg nyilván a Mad Men a másik, amit így... Az a jó amúgy a Mafiózók, hogy vannak filler részek, vagy olyan részek, amik így elsőre filler résznek tűnnek, de azok sem filler részek, mert hozzájárulnak a sorozat egészéhez. Például ilyen a több ilyen rész van, és ez is egy formabontó tulajdonság a Mafiózóknak, hogy több olyan rész van, ami gyakorlatilag a Tony Soprano-nak a álomvilágába játszódik, ilyen fantáziavilágba, és ezeket tudod olyanok, hogy mi ez a hülyeség, mi ez a filler rész, de nem filler rész, mert gyakorlatilag ezek alapján egy csomót megtudunk, hogy milyen folyamatok mennek a főszereplőbe, és ezek hozzájárulnak az ő későbbi jellemfejlődéséhez, vagy jellem visszafejlődéséhez, vagy akár csak az olyan részek, mint ahogy a közönség kedvenc Pine Barrens epizód, amiben gyakorlatilag az egész részben ugye a Paul, meg a Christopher szerencsétlenkedik, és igazából ami történik cselekmény szinten, nincsen igazából köze a nagy dolgokhoz úgy mélyen, viszont ugye a két karakternek a kapcsolatát például nagyon jól építi, ami a későbbiekben meg egy fontos konfliktus tényező lesz.
Én ezt úgy próbáltam én megfogalmazni valahogy magamnak, hogy az a különbség a mafiózókkal, hogy itt nem a cselekmény előre mozdulását szolgálja ki a karakterek jelleme vagy cselekedeteinek az alakulása, hanem pont fordítva, hogy itt az arról beszél, hogy próbál kommunikálni a sorozat, hogy milyen emberek ezek, és hogy abból következik az a cselekmény, amit látunk, és sokszor a negyedik évad olyan, hogy meg a harmadik évad, ahol három különböző szál is fut a Jackie Juniorral, a Ralphie-val, meg a Tony szeretőjével, hogy igazából fogalmas sincs, hogy miről szól a sorozat, amíg el nem jut az addig, vagy ez az évad, amíg el nem jut addig a pontig, hogy így összeáll, hogy miért vezetett ehhez a ponthoz minden, amit eddig láttál. Nagyon jó, hogy ezt felhoztad, mert ez is egy ilyen klasszikus forgatókönyvírói dolog, amit tudok nagyon értékelni, hogy igen, a mafiózókban nem úgy épül fel egy évadnak a cselekmény, hogy van egy egyértelmű végcél, és hogy juttassuk el oda a karaktereket mesterségesen, hogy meg kell szerezni ezt a kincset, és akkor ahhoz el kell menni ide-ide, és akkor ide berakunk egy olyan karaktert, aki csak azt szolgálja, hogy ezen a ponton átlendítse őket, ilyen mesterségesen, hanem nagyon organikusan fejlődik a cselekmény, abból indulnak ki a forgatókönyvírók, hogy itt ez a karakter, ő egy ilyen karakter. Találkozik ezzel a helyzettel, mit dönt? Ez dönt, mert ez fakad az ő karakteréből. Jó, akkor ebből kialakul ez a helyzet, akkor ebben a helyzetben lévő karakterek hogy reagálnak erre a helyzetre karakterük függvényében, és így nagyon szépen organikusan fejlődik az egésznek az ilyen, nem tudom, tényleg ilyen nagy amerikai regényível, mert szerintem a mafiózók tényleg egy ilyen nagy amerikai regény, egy ilyen nagy amerikai családregény, az amerikai álomnak a konstans üldözéséről. Erre a kedvenc példám, és akkor már tényleg átfordulunk abszolút spoileresbe, ugye az ötödik évadban tűnik föl Steve Buscemi, mint Tony B, Tony Golnick a testvére, a B Tony, nagyon igen, szellemesen elnevezve, és Steve Buscemit két évadra leszerződték, de így az ötödik évad végére az írók, mire megírták, rájöttek, hogy ahogy megírták a történetét, nincs az az eset, hogy innen tovább tudnak lenni, és nem kéne meghalnia, úgyhogy hiába szerződték le a már amúgy is ismert Harry Fuzzi színészt, és nem adták neki oda a második évadot, amire szerződtetve volt, mert a karakter tök más irányba vitték el, mint gondolták. És egy nagyon jó karakteríva az övé amúgy, így is, hogy gyakorlatilag nem lett befejezve, vagy nem úgy lett befejezve, vagy nem annyi ideig tartott, ameddig azt szerették volna. Igen. Hogyha már Máté így elkezdted pedzegetni ezt a témát, hogy a nagy amerikai álomról, vagy önmagavalósításról is a sorozat, akkor beszéljünk arról, immár jó spoileresen tényleg, hogy mik is a Mafiózók című sorozat fő témái. Anna, először téged kérdeznélek, hogy szerintem mi az, amire így átfogóan, vagy csak kisebb részletekben szól igazából a sorozat, vagy szólni szeretne? Az egyiket mondtam, a Tony Soprano megmenthető-e saját magától, a bűnözéstől, meg képes-e változni, mondjuk az első évad első része és a sorozat befejezése közt tényleg mennyit változott, és sikerül változnia. A másik érzéken ez az amerikai álom is érdekes, mert szerintem ennek egy kicsit ilyen inkább az üldözése, tehát nem az amerikai álom, hanem inkább az árnyoldala. És ebben egyébként nyilván, szóval ebben benne van az is, hogy ugye 99-ben kezdődik, de ugye a 2001-es eseményeket is említik is utána, és utána sokkal egy ilyen kicsit ilyen depresszívebb irányban megy el az egész. Mi még? Nyilván egyébként érdekes a keresztapával a párhuzam, mert ugye a keresztapának ilyen hatalmas rajongója a mafiózó karakterei, és mindig emlegetik meg nézik a tévében, meg újra DVD-n, és szerintem ennek pont az ellenkezője a mafiózók. Tehát, hogy a keresztapában van egy ilyen romantika, és azt szerintem a Sopranosban meg pont ezt akarja kicsit lerántani a leplet erről, hogy ez nem egy ilyen romantikus dolog, ez a mafiózó lét, hanem nem egy elegáns Michael Corleone, Tony Soprano, somosszor látjuk a kis köntösében, kis papucsban, pacakosan, tehát, hogy egy kicsit ilyen görbetükröt is mutat ennek a mafiózó filmeknek. Hát abszolút, amit talán a elején még kifelejtettünk, hogy a milyen újítása tényleg ennek a sorozatnak, hogy így lerántja a valóság szintjére ezeket a maffia figurákat, akik addig korábban a moziban tényleg ilyen monumentális, ilyen életnél nagyobb figurának tűntek fel, ugye a Marlon Brando, de akár a Scorsese-nek a
maffia figurái, akik amúgy igen. életszerűbbek, mint a mondjuk a keresztapának, akik tényleg ilyen mítikus figurák, már a keresztapa maffia figurái, de hogy a mafiózókban meg tényleg ilyen hétköznapi emberek vannak, igen, tényleg akik hétköznapi problémákkal küzdenek, vagy például esetleg totálisan idióták, és szóval nincs semmi romantika benne, például igen. ahogy egy maffia leszámolást megcsinálnak, semmi hősiesség, semmi romantika, tudod, semmi ilyen betyárbecsület nincs ezekbe a figurákba. Igen, amúgy tökéletesen ez a... azt látod rajtuk, hogy mindegyikünk egy annyira unintelligens figura, hogy nem az, hogy ezek a mafiózók azért tarthatnak itt, ja, mert hogy látja. Ők aztán a zsiványok, akik túljárnak mindenki, ezért nem, hanem ez a nyílegyenes munka, amit el tudnak végezni, behajtani a pénzt, amit mondnak, megverni az embert, utána elkölteni a pénzt, és ebben így ezzel tudnak boldogulni, mással nem. És gyakorlatilag Tony az egyetlen olyan figura, aki egy kicsit intelligensebb, mint ő, és azért is jutott el odáig, meg talán Szilvia, aki egy kicsit másképp, de ugyanúgy ilyen intelligens figura, csak belőle azért keveset látunk, és azt nagyon sokat táplálkozik egyébként a nagymenőkből, meg a Scorsese életműből, több mint 20 karaktert castingolt, vagy igen, színész igen. castingoltak át a nagymenőkből az évek során, de hogy mindezt így kisfigurázzam, mert egy csomószor van, főleg az elején, főleg az első részekben, amikor még így direkte próbálja egy kicsit magát távolítani a klasszikus maffia a filmektől, hogy ezzel szórakozik sokat, hogy mit én a Chris nagyon sokat idéz filmekből, de mindig szarul teszi, tehát mindig elkúrja. Nem tud úgy idézni egy maffia filmet, ami elmondása szerint a kedvenc, hogy ne javítsa ki valaki, hogy rohadtul nem ezt mondják benne, meg ilyen dolgokkal teli van az egész, és így valóban így próbálja lerántani így a leplet arról, vagy a vizes töröl között ráhúzni az ilyen maffia ábrázolásoknak. Hát, szerintem már az első részben van egy jelenet, vagy lehet, hogy a másodikban, amikor néznek egy ilyen tárgyalásról éppen, egy ilyen volt mafiózó, egy ilyen igen. besúgó, nyilatkozik a tévébe, és azon bekengenek, hogy régen mennyivel jobb volt ez a világ, igen. ez a maffia élet, és az egészben tényleg benne van egy ilyen nosztalgia, hogy ezek a figurák azt hiszik magukról, vagy azt akarják magukról hinni, vagy azt akarják elérni, hogy ők legyenek a Michael Corleone-ék, igen. de hogy nem a Michael Corleone-ék, hanem a Michael Corleone-nek a ilyen visről rendelt temus változatai, és nem tudják meghaladni ezt a szintet, és így folyamatosan ezen keseregnek, hogy elmentek már a nem tudom jó idők, és benne van egy ilyen nyomorult nosztalgia az összes ilyen szereplőbe. Igen, meg van a későbbi évadokban is egy olyan, amikor például elmennek behajtani pénzt, és ott kiderül, hogy ott a sarkokon már ilyen kávé üzletláncok vannak, megjelenek a multik, és így nem tudnak ezzel az egész szituban mit kezdeni, hogy most már mit mondja a csehó, hogy hát több száz üzletünk van a központban döntenek, és így látszik rajtuk, hogy így le vannak ezen fajta. És ugye, amit mondtál ugye a amerikai állam kereséséről az elején, Anna, ugye az is egy jellegzetesség a sorozatnak, hogy a legtöbb klasszikus maffia történet, ugye az a olasz maffiáról szól ugye Amerikában, de az főleg New York központú maffiáról. Ez a sorozat, a mafiózók, ez New Jersey-ben játszódik, aminek eleve hát más a híre, mint New Yorknak így a popkultúrában, és már akkor is, szóval New Jersey az egy ilyen, hát az egy ilyen suttyó kis testvére igen. New Yorknak, és ugye valahogy folyamatosan ők a New York státuszt akarják elérni. Folyamatosan, hogy ők akarnak lenni a vezérek, és folyamatosan ezért küzdenek, de ugye valahogy sosem érhetik el, de hát eleve a legtöbb maffia történet amúgy eleve erre az amerikai álomra játszik rá, hogy erre a self-made man mítoszra, hogy lehet a Amerika ugye a lehetőségek hazája, és hol van nagyon sok lehetőség, hát a bűnözésben, és hogy lehet elérni... Személybizniszben. Igen, hogy lehet elérni azt, hogy a csúcsra kerüljél, hát a bűnözésen igen, keresztül. És ez teljesen... És ugye erről szól ez a sorozat is, de hogy igazából sosem tudják elérni azt a társadalmi státuszt, amit szeretnének, hogy hiába vesznek ugye egyre nagyobb házat, és van ilyen jelenet is, amikor ugye a Tony Soprano bekerül ilyen gazdagok közé, és ott golfozik, és ez pánikrohama lesz ettől kb., mert egyszerűen annyira
testidegen neki ez a egész helyzet. Meg egy kerti partin is, mikor Carmela meghív valami ismerősöket, és ott is ilyen nagyon sznobok, és így úgy néznek, Tony meg így próbál így poénkodni, és úgy néznek rám, mint a véres ronyra. Igen, hát Tony próbál bekerülni az elitbe. Én is nem. Azáltal próbál bekerülni az elitbe, hogy ugye nyilván ő bűnöző, már nyilván nem mondja el, hogy bűnöző, vagy mindenki sejti, vagy tudja, vagy sejteni véli, hogy bűnöző, de hogy gyakorlatilag nem tudja ezt az üvegfalat ugye sosem áttörni, csak így folyamatosan hajszolják ezt a elérhetetlen. Ugyanúgy, ahogy a Christopher, ugye a tragikus karakter ennek a sorozatnak, ő meg ugye a Hollywoodba próbál, és évadokon keresztül betörni, és nem tud írni, forgatókönyvet írni, és ő sem tud kiszakadni ebből a közegből, és igazából, hogyha visszatérünk a Dávid eredeti kérdésére, hogy miről is szól a mafiózók, mik a témái, az egyik fő témája pont ez a rossz döntéseknek a sorozatos meghozatala, mert akár Christopher, akár bejuthatna Hollywoodba, akár Tony elérhetné azt a társadalmi rangot és státuszt, amit szeretne, de folyamatosan rossz döntéseket hoznak, és nem képtelenek a változásra, és gyakorlatilag folyamatosan visszakerülnek a saját maguk rossz döntései miatt, ugyanabba a spirálba bekerülnek, ahonnan egyszerűen nem tudnak kiszakadni. Igen, mert szerintem ez a másik témája, fontos témájával függ össze, hogy ezek ilyen érzelmi nyomorékok, meg ilyen nagyon saját kis buborékuk értelmezésében életre valók, vagy nem is tudom, hogy fogalmazom, hogy egyszerűen képtelenek bárhol máshol boldogulni, mert ebben nőttek bele, ugye mindenkiről látjuk, hogy így gyakorlatilag ilyen óriási, szétterülő családi összefonódások vannak az egész maffiában, tehát hogy itt, ha valaki ebbe beleszületett, láthatóan nem tud onnan kikerülni, de hogy nem csak azért, mert nem engedik ki, mert azért nagyon sok szól arról is sok epizód, hogy Tony hogy nem engedi senki másnak, hogy fölé kerekedjen, vagy elhagyja, vagy milyen érzelmileg, hogy manipulálja őket. De hogy alapban nem is tudnának szerintem a Chrisre, például azért az egyik kedvenc példám, mert hogy ő az ugye, aki legalábbis az első évadokban az a karakter, aki vergődik a között, hogy ő más is szeretne csinálni, de nem tudja, hogy itt maradjon-e minden, és hogy ő az elején a szimpatikus karakter, de hogy közben meg rájön folyamatosan olyan pillanatok, amikor így nem tudsz vele együtt érezni, hogy nem tudom, segít a barátnőjének, az Adriánának a zenei, nem tudom, milyen karrierjében, és akkor azt hiszed, hogy jó fej, aztán ez a következő jelenetben meg fekszenek az ágyba, és megkérdezi, hogy akkor ő még ki előtte kivel feküdt le, és mondom, hogy hát nem tudom, valami híres bűvészek, és akkor az egyikkel, és hogy abban a pillanatban eldurran az agya, és így kipofozza az ágyból, hogy mekkora kurva, hogy ő életében másra is lefeküdt. Szóval ilyen teljesen instabil mentális állapotban van mindenki, és hogy valahogy ezt is próbálja bemutatni a sorozat, hogy ezek a bűnözők igazából nem nagy eszek, nem nagy emberek, hanem jól boldogulnak abban a közegben, amiben beleszülettek. Bocsi, de ez igaz, amit mondtál, csak eszembe jutott, hogy tudod, ki van az egész sorozatban a legstabilabb mentális állapotban? A Póli. Szerintem. Mert hogy neki nincsenek nagy, jó, neki is van, amikor a Tony kicsit hanyagolja, akkor szeretne, de igazából neki nincsenek ilyen nagyra törő vágyai. Ő amúgy tök jól érzi magát ebbe, és ő az a karakter, aki igazából, aki így nem is akar kiszakadni, hanem nem. Hogy ő a régi szép időket sírja vissza mindig, és abba a nosztalgiába él, mintha még mindig 20 éves verőlegénye lenne a Tony apjának. Sőt, aki szerintem még stabilabb, a Silvio, mert ő szerintem valamilyen szinten intelligensebb is, meg okosabb is, mint Tony, mert hogy ő soha egy pillanatig nem látjuk azt, hogy ő szeretne rajta nyúlni, vagy hogy mondjam, ki akar jött menni, tudja, más. Hogy a legjobb pozíció az a főnök alatt van, mert ott nem eset a legkevesebb bántodás, de megvan az a hatalma és pénze, ami kell. És ő az egyetlen, aki
túljár, vagy hogy mondják ezt, outsmartolja Tonyt rengetegszer a háta mögött, és ezt Tony sokszor észre is veszi, de van, amikor nem esik le neki, és ő az egyetlen igazából, aki így néha Tony van is, tudja verni. Van is ugye egy epizód, amikor Tony kómába kerül, és a Silvio átveszi. Igen, és összeomlik egy nap alatt kell, még Silvio, és így nem, ezt nem. És ugye igen, a másik ilyen szerintem fontos téma, amit muszáj kiemelni, az az egész toxikus családi viszonyok, hogy mit tesznek a toxikus családi viszonyok az emberrel. Még egyet akartam az előzőhöz, de ez egyébként át is köti, hogy ez a nem tudsz kitörni ebből a körből, hogy például a Jackie Junior esete. Hogy ott is az volt, hogy igazából az édesapja, aki a volt maffia vezér volt, ő azt akarta, hogy ő tanuljon, és hogy ne élje azt az életet, amit ők. De hogy bármit csináltak, a Jackie Junior ugyanazt csinálta, amit ők, hogy nőzött, szerencsejátékozott, meg azt gondolta magáról, hogy ő is egy ilyen nagy maffiózó arc, és akkor mindenféle balhéba keveredett, és ugye teljesen tehát nem csinálták jól, mert én értem azt Tony részéről is, hogy ő azt akarta, hogy ez a srác más legyen, de hogy milyen példát mutattak neki, hát a srác körében az összes férfi maffiózó volt, és hogy várhatják el, hogy egy srác, nem tudom, elmenjen orvosnak tanulni, hogyha a környezetében mindenki maffiózó bűnöző, sőt a Ralphi fegyvert adott neki, amin igen, így fogtam a fejem a nevelő akarát. És itt, ugye a Tony ...nak a gyerekei is ugyanezt történik, hogy a Tony is azt akarja, hogy ők, és nem is mondja el még ugye a fia, ugye az sorozat elején nem is tudja, hogy az apja, nem tudom, bűnöző, mafiózó, de végül ugyanúgy belekeveredik, vagy hát nem is a mafiózó, na, szóval nem a mafiózó létbe keveredik bele, de hogy ő is ugye képtelen, nem tudom, valahogy kiszakadni, igen, képtelen egy értelmes más utat, igen, találni, és a lánya, aki a Medó, aki amúgy intelligensebb, és tudja, hogy a apja mafiózó, és vannak saját ugye elképzelései, hogy ő nem tudom, orvos akar lenni, vagy igen, ügyvéd, de hogy ő is utána így ebbe a, szóval nem veti meg ezt a kényelmet, ami apja, igen, életmódjából fakad, ahogy igen, ugye a felesége sem, aki ugye a Carmella a karaktere. Ez gyakorlatilag a visszatérő szála, vagy története, hogy folyton próbál ez a kettő között a bűntudata, meg a jó élet között dönteni. Egyébként a Medónak, meg az, nekem ez kifejezetten tetszik, hogy a történetének neki az a vége, hogy végül a Tony Capuójának a fiához megy hazzá, ergo annyi év vergődés után, hogy ki akar ide kerülni, csak benne van az bizniszben. Csak visszakerült, igen. És ugye a Carmella, aki ugye folyamatosan az, hogy keresztény, egy ilyen pappal flört, vagy hát van egy nagyon közeli pap. Hát igazi keresztény. Barátja, és ugye el is válik egy adott ponton, vagy el akar válni, ugye a Tonytól külön költöznek, de nem tud kiszakadni, és egy dolog miatt nem tud kiszakadni, a pénz miatt nem tud kiszakadni, mert nem tud lemondani arról az életről, és persze lehet mondani, hogy jó, hát megölnék, vagy valaki, szerintem nem ölnék meg, és nyilván, ha fogta volna, nem tudom, fölvisze, fog egy táskát, és elmegy, és egy dinerben újra kezdhetné az életét, mint pincérnő vidéken, valószínűleg. De hát a igen, meg ő neki kényelmes volt ez az élet. Neki is vannak ilyen epizódjai egyébként, amikor úgy megborult, amikor elköltözött tőle, meg amikor elmegy egy pszichológushoz, és akkor hogy a pszichológus is mondta, hogy hát azért nem fogad el tőle a pénzt, mert az is ahhoz is vértapad. Tehát, hogy igen, hogy néha úgy kétségbe esik Carmen, és akkor utána így megy tovább az élet. Ha már itt tartunk, akkor térjünk is át szerintem a karakterek kibeszélésé, és akkor kezdhetjük is Carmen Sopranóval. Én szerintem ő is egy rossz ember. Én úgy érzem, hogy ő egy ő rossz pontosan ember. Tudta, hogy kihez megy hozzá. Én most meglepő szót mondani, szerintem ebben a sorozatban mindenki rossz ember végső soron, de tényleg erre majd kivéve Szűz Mária, aki egyszer megjelenik Póli, az egy láthatatlan ember. Igen. Szóval Carmela Soprano, ugye azoknál a sorozatoknál, amik későbbiekben majd inspirálódtak, vagy hát az antihősöket föl központba állító sorozatoknál, ezért elég gyakori az, hogy ugyanígy, mint ez esetében is Tonyval, hogy olyan azzal a főszereplővel szimpatizál sok néző, akit így nem igazán ez a célja a sorozatnak, hogy szimpatikusnak találják, például a Breaking Bad vagy a Mad Men, és valahogy a feleség karaktereket mindig óriási backlash áldozata lesz a nézők részéről, ugye Skyler White szerintem erre a legnagyobb. Nemrég jött ki egy ilyen, nem is tudom melyik szórakoztató online amerikai magazinnak a felmérése, hogy a
ki a legellenszenves fősebb karakter a tévésorozatokban, és Skyler White nyerte meg ezt a szavazást, ami már csak azért is furcsa, hogy eddig kollégánk rámutatott, hogy ebben a sorozatban konkrétan nácik is voltak, akik embereket öltek. De hogy valahogy ez Carmillával nem történt meg, ugyanúgy, mint Skylerrel, vagy mondjuk a Mad Men-ben Betty Draperrel. Igen, ezek a női karakterek valahogy mindig egy ellenpólust képeznek a főszereplő férj karakterhez képest, és nem tudom, hogy miért, lehet, hogy azért, mert hogy egyszerűen a Skyler White-nak ugye későbbi karakter, és jobban ugye, nem tudom, az emberek tudatában van, de hogy ő inkább ellene megy egy adott ponton a sorozatba a férjének, és erőteljesen, egyértelműen ellenzi a férjének a tevékenységét, aki drogdíler, sőt, egy adott ponton már gyakorlatilag az ország legnagyobb, legkeresettebb bűnözője, aki ugye mindent a családjáért tesz, legalábbis ugye ezzel indul a Breaking Bad, de hát azért elég egyértelmű, hogy egy sorozat adott pontján már élvezi, amit csinál, és embereket öl meg, és emberek halálához hozzájárul, és már nem azért, hogy megkeresse a pénzt a családjának, mert azt már régen túl vagyunk rajta. Ehhez képest a Carmella néha így föllázad ugye a Tony Sopranoval szemben, ami azért is nem tudom érthetőbb ilyen női szempontból, mert például a Tony Soprano egy nagyon rossz férj, és nem túl jó apa, és például megcsalja ugye a feleségét, de valahogy ugye sosem tud tőle elszakadni, pedig morálisan, ha azt nézzük, épp emiatt morálisan a Carmella szerintem sokkal rosszabb karakter, mint a Walter White-nak a felesége, mert a Walter White-nak a feleségének, masszus, hogy hívják? Skyler. A Skylernek az, mi az egyetlen bűne? Az, hogy van egy erős morális érzéke, hogy például drogbárónak lenni, meg embereket ölni, rossz, és attól akkor is rossz, hogyha ebből sok pénzünk lesz. A Carmellának már nincs ennyire erős moralitása, mert lehet, hogy ő összejár a pappal, és néha megvallja neki, de ugye a pap is megmondta neki, hogy tényleg így gondolod? Tényleg bánod? Hagyd ott. A pszichiáter is megmondta neki, hogy figyelj, nem szabad ilyet mondanom, hagyd ott ezt az embert. És mindenki, aki morálisan látja, hogy a Tony Soprano egy rossz ember, rossz dolgokat cselekszik, a Carmellát ez valamilyen szinten kínozza, ki akar ebből szakadni, és mindenki mondja neki, hogy szakadjon ki. És mégsem szakad ki, mert a pénzről nem tud lemondani, annak ellenére is, hogy nem csak azért kéne kiszakadnia ebből a családból, mert hogy a férje bűnöző, hanem mert hát tényleg megcsalja, rosszul neveli a gyerekeket, rossz hatással van a gyerekeire, szóval ha ez egy átlag házasság lenne, akkor sem kéne, hogy együtt maradjanak. Anna, ki mit gondolsz? Én egyetértek Mátéval ebben. Carmella szerintem nagyon jól ámítja saját magát, tehát ő nem vesz tudomást egy csomó dologról, vagy így elengedi a füle mellett, szemet huny fölötte. Érdekes, amikor beszélgetnek talán Richie Aprilről, talán ő az egyetlen, akit beval Tony neki, hogy vele mi történt. De most nem vagyok benne biztos, lehet, hogy nem volt, de volt egy ilyen gyilkosság, és akkor mondja Tony, hogy elment, és így, hova ment, és így ránéz, és így, Carmella, mióta jesz velem? De hogy igen, tehát hogy ő így szemet húj minden fölött, de amikor hozzáment, és pontosan tudta, hogy Tony Soprano kicsoda. És igen, amikor például visszamegy Tonyhoz, akkor is az a deal, hogy ő építhet magának egy házat. Tehát ez is egy teljesen anyagi megfontolásból megy vissza hozzá egyébként, mert rájött, hogy ugye Tony elperelheti az összes pénzét, és akkor ő... Ja igen, meg hogy neki van egy ilyen mánia, hogy ő ilyen lakberendező, igen, vagy építész akar lenni, és ingatlankereskedő, és akkor a Tony tényleg odaadja, hogy jó, lehet, hogy megcsaltalak, lehet, hogy ezerféle gondot okoztam neked a házasságunkban, de most itt van ez a zsák pénz, építs belőle házat. És igen, és az egyetlen őszinte kapcsolat szerintem az a Carmella és a Furió közt volt szerintem. Az egyedül olyan érzelmi kapcsolat egyébként, ami egy őszinte dolog volt, de hogy Carmella egyébként azért csinált ő is csúnya dolgokat, mint amikor a Meadow be akarta tolni az egyetemről, hogy konkrétan megzsarolta az egyik egyetem. Szerintem egyébként ezek a csúnya dolgok sokkal többet hozzátesznek ahhoz, hogy pozitívan ítélje meg a nézőközönség ezt a karaktert, mint hogy negatívan, mert hogy ezzel valahogy egy szintre kerül, nem? Vagy egy igen, kerül, igen, hogy nem megy ellene a Tony Sopranoval szemben, nem akadályozza olyan szinten, hogy a Skyler próbálta akadályozni a Walter White-ot.
Szerintem egyébként itt egyrészt nagyon jól meg van írva ez a karakter, mert meg, szerintem az is sokat számít, hogy itt az elejétől kezdve egy olyan pozícióban van, amit elmondtatok, tehát hogy a legelső részekben már azt látjuk, hogy ő így vergődik, hogy ezt a komplexitást, amit ez az élet visz magá, vagy az élet megkövetelt tőle, igen. Igen, és hogy ez folyamatosan jelen van, és hogy látod azt az utat is, hogy nyilván mindig másod vagy harmadlakos történet szokott az övé lenni az évadokban, de hogy ez folyamatosan ott van, amíg el nem éri a negyedik évad végén a csúcspontot, ugye a válással, vagy hát különköltözéssel, és hogy ettől sokkal jobban érzed azt, hogy párhuzamosan valami történt vele is, ugyanakkor egy iszonyat intelligens karakternek van ő is megírva. Tehát, hogy neki vannak egyébként a legjobb riposztjai a sorozatban, nem tudom, hogy emlékeztek, olyan visszavágásokat tud mondani folyamatosan, hogy szerintem már csak azért is kedvelhető. Ráadásul az őt alakító Eddie Falco meg egyszerűen iszonyat ilyen karizmát, meg ilyen jelenlétet ad az egészbe. Tehát, hogy ő tényleg nem csak ott van, mint egy feleség, hanem így látod, hogy ő a Tony mellett, ő is a ház ura vagy úrnője. Ó, abszolút. Nekem az egyik kedvenc, amikor a Tony szeretője telefonál, akkor zseniális a kiakadás, és utána mondja neki, hogy akkor vehetsz nekem is valami ékszert, hogy mondjad, mert akkor én is öngyilkos leszek. Egyébként az az egyik, szerintem csúcspontja az egész sorozatnak, a negyedik évad vége, amikor ugye így különválnak, miután felhívja az ex-szeretője a Carmelát, és akkor kiborul a buli, és ott, meg a buli is, mert ott az iszonyat kemény, hogy azt a különválást, vagy ezt a vitát ábrázolják, és utána a vergődést, hogy nem hajlandó kiköltözni, és beköltözik a kinti moziszobába, és fú, iszonyat nyomasztó az egész. Karaktereken tovább menve egy apró karakterrel folytatnám, akit említettél, Anna, a Furióval, aki ugye egy abszolút egy ilyen mellékfigura, nem is tudom melyik évadban jön be, ugye ő egy ilyen második évadban egy ilyen olasz mafiózó, akit így a olaszokkal így dealbe megkap a Tony, és aztán egy ideig egy ilyen, hát viszonylag ilyen főembere lesz a Toninak, de hogy így kevés sztoria van, viszont neki egy tök jó sztoria ez, hogy ő gyakorlatilag egy ilyen bevándorló figura, már egy friss bevándorló Amerikába, míg ugye a többiek meg bevándorló múlttal bírnak, és így végig nem találja az egész sorozatban, egész Amerikába a helyét, és az egyetlen egy dolog, amiben megtalálná a helyét, az tényleg, hogy elkezd vonzódni a Carmelához, a főnöknek ugye a feleségéhez, és itt az egyik újítása megjelenik, talán nem tudom, hogy először, talán először a mafiózóknak, bár lehet, hogy nem ez lesz az első ilyen alkalom, majd Dávid kijavít, de hogy az egyik abszolút újítása az volt a mafiózók sorozat történetmesélésének, hogy ne csomó mindent nem az egyértelmű módon zárt le, a konfliktusokat nem úgy fejezte be, ahogy elvárnánk, hiszen folyamatosan építi ebbe a sztoriba azt, hogy a Carmella meg a Furió egyre közelebb kerül egymáshoz. És tudod, hogy úristen, hát összejönni a főnöknek a nőjével, nem lehet, hogy hiába a Tony megcsalja bárkivel, a feleség nem csalhatja meg, főleg nem az egyik beosztottjával, és vannak olyan pontok, amikor már azt sejtetik, hogy a Furió meg akarja ölni a... Igen, ugye volt egy konkrétan egy ilyen, amikor a repülőgépbe... Igen, a Tonyt, és tudod, azt érzed, hogy majd valami összecsapás kell, valami lebukás, valami konfliktus, Furiónak meg kell halnia, és ezt képest úgy ér véget ez a sztori, hogy Furió eltűnik. Elmegy, és soha nem jön vissza, és egy ilyen antikatartikus lezárása lesz, és ez később a sorozatban egy csomó helyen visszatér, és az benne a fura, hogy egy csomószor húzza meg ezt a sorozat, hogy nem arra a katarzisra viszik ki a konfliktust, amire számítaná, hanem teljesen máshogy, de ha belegondolsz, a karakterek szempontjából mindig ezek logikus és érthető végkifejletek, hiszen a Furió is egy okos figura, tudja, nem érezte magát jól Amerikába, és lelépett onnan, és tényleg ezáltal meg tényleg a Carmellába is így ekkor kezdett el valami megszakadni, amikor a Furió, aki még ott volt, ő még egy ilyen kis remény volt, és eltűnt, és onnantól kezdve így már abszolút elkezdi elveszíteni a kötődését is így a Toninak így a világához. Aztán ugye a pénz miatt ez meg lesz oldva, hál' Istennek. De,
De azt akarom mondani, hogy nekem ő egy ilyen nagyon kis jó színfolt volt, amíg szerepelt a sorozatban, és egy tök jó mellékkarakter volt, és egy tök jól megmutatta igazából ezt a... Hát meg eleve az, hogy egy európai figura, a többi ilyen mafiózónál azért egy értelmesebb, nem tudom... Hát egyébként ez szerint ez a negyedik évadban volt, hogy előtte is volt már több ilyen antikatartikus megoldás, de ez abszolút a csúcsa szerintem az ilyen húzásainak. Meg fújó pont szerintem az a figura, amiről eddig is beszéltünk, aki így a klasszikus gangster figurát behozza, és szerintem ez ilyen kicsit cinikus húzás is a Carmela Fúriós szál az íróktól, hogy a klasszikus, olyan klasszikus mafia figurába szeret bele Carmela, amit ők szeretnének, vagy amit ők képzelnek magukról, és végül az amerikai, olasz-amerikai kőbunkó mafiózók elűzik a klasszikus hát mafia figurát. Nem lehet, hogy azért szeret bele a Fúrióba, mert hogy a fiatal Tonyra emlékezteti. Hát azért az kétlenem, nem. Hát szerintem hogy pont az a lényeg, hogy teljesen más. Igen, hogy ő kedves, figyelmes, ő figyel rá. Igen, mert Tony nem figyelt a Carmelára. És akkor Carmela úgy érezte ideig, óráig, hogy rá figyelt. És akkor igen, nagyon vicces jelenetek, amikor megy át a valamiért ilyen házfelújítás miatt találkozni a Carmela Fúrióhoz, és viszi magával a gyereket, csak azért biztos tudod, ne történjen semmi, és a Tony Junior meg így nem ért, mi van? Miért kell nekem itt lennem? Miért megyünk át a Fúrióhoz? És abban a kedvencem az, hogy egy büdös szót nem fog fel az egészből, nem tudja összetenni a képet, de az évad végén, mikor Fúrió eltűnik, szóval a Medoát jön hozzájuk, és így megemlíti neki az AJ, hogy háromszor voltak Fúriónál, akinek egyből leesik, hogy mi a helyzet, szerencsétlen gyerek, meg így odafingik, és elküldi a Medoát szó szerint. Na de ha tovább haladva a karakterek, úgyhogy szinte maradjunk először a női karaktereknél, már így kezdtünk bele. Ki a második legfontosabb női karakter szerintetek ebben a sorozatban? Adriana. Nekem is jutott eszembe. Igen. Érdekes. Ja, jó, oké, bocsánat. Nem, azért kíváncsi voltam, hogy mit fogtok lesz. Mondom, te a Tony anyjára gondolsz. Ja, nem, mert... Dr. Melfi? Hát, igen, de... mindegy, ezen lehet vitatkozni, akkor vitatkozunk is. Nem, ez igazad van. Miért Adriana jutott először ezt a tegyet? Amúgy... Menjünk át, mi is van a lézik. Én a... Jó, hát a... Mert a, azért valószínűleg azért jutottál először az Adriana az eszembe, mert szerelmes hát, vagyok tudom, a színésznőben. Akkor Sanzo van, akit is láttad, abban is van. Persze. De nem csak ezért, hanem gondolom azért, mivel gangster feleségekről van szó, és ő a másik olyan állandó karaktere a sorozatban, aki az egyik gangsternek, ugye a Christophernek az állandó párja, ugye a többi figura mellett max ilyen időlegesen megjelennek, vagy kivéve ugye a New Yorki maffia vezér, aki egyedüliként él, ugye egészséges házasságban. Johnny Sack. Na meg azért is jutott eszembe, mert a Adrianának van szerintem az egyik legtragikusabb története a sorozatban, hogy ő tényleg szerelmes az elején a Christopherbe, belesodródik ebbe az életbe, nem tud kiszabadulni ebből az életből, és aztán hát ugye ő a rendőrségi besúgó lesz, mert elkezdi ugye az FBI zsarolni, ami miatt ugye veszélybe kerül az élete, hiszen a maffia barátjáról kell köpnie, és egyre mélyebbre süllyed ugye ebbe a spirálba, és a végén ugye meg lenne a lehetősége, hogy elmeneküljön, és nem tudja megtenni, mert nem tudja Christophert otthagyni, nem tudja otthagyni azt a csávót, aki megverte, aki megölte a kutyáját, akivel rengeteg... Igen. Szóval, aki tényleg rengeteg fájdalmat okozott neki, és abban a naivitásban oda megy a Christopherhez, hogy Christopher, lépjünk le közösen, mert ez van, és hát az ő halála az egyik legmegrázóbb a sorozatban, ami ráadásul ugye nem is a képernyőn történik, hanem képernyőn kívül, és akkor sokáig még ott reménykedtek, hogy jaj, biztos túlélte, biztos majd még visszatér, de nem. A készítők nem bírták megmutatni ezt, erről olvastam, vagy mondták is egy interjúban, hogy őket és az írókat is annyira megviselte a halála, hogy nem bírták. Ahogy föl van véve, tudod, hogy úgy van fölvéve, hogy azt látjuk először, hogy meg elmenekül, hogy elmegy egyedül, de kiderül, hogy valójában nem, és amikor látod, hogy a Silvio viszi valami kamu kifogással, hogy a Christophernek valami autóbaleset lesz, de és tudod, hogy a Silvio ül mellette, aki a leghidegvérűbb, legkegyetlenebb csávó az összes közül, így
És tudod, hogy ennek basszus nem lesz jó a vége, és úgy építik a feszültséget, és aztán megállnak egy ilyen erdőbe. Jézus úristen, miért kell ilyet nézni? Egy borzasztó. Tehát az Adrianes részek, mert nagyon sok volt olyan, meg egyébként a másik ilyen Dr. Murphy volt, ahol nőként nagyon nehéz volt nézni. Tehát azt, hogy Chris bánt Adrianával, én egyébként pont azt mondtad is Dávid korábban, hogy Chris ilyen színpip szereplő volt, de utána én nagyon hamar így ilyen nagyon szkeptikus lettem, mert ahogy Adriánával bánt, meg hogy neki nagyon sok ilyen kisebbségi komplexusa is volt, és ezt ugye Adriánán élte ki, de igen, tehát hogy Krisz egy csomószor megverte, rosszul bánt vele, és Adriana mindig szerelmes volt bele, és így reménykedett, hogy majd akkor ketten lelépnek, és tök érdekes, hogy amikor van egy ilyen jelenet, hogy a klubban megjegyzést tesz rá valamelyik csávó, lehet, hogy pont a Ralfi. És akkor Adrián én nagyon ügyesen visszavág, hogy bántok a nőkkel, meg nem tudom, és így basszus, pont azt nem veszi észre, hogy a Chris hogy bánik vele. Tehát igen, nekem is egyébként Adrián jutott eszembe, mert hogy szerintem ő a legtragikusabb, és nagyon szomorú a sorsa, hogy őt fizikailag is látjuk, hogy mennyire megviseli. Szóval az Adrián, ő már tényleg egy majdnem jó karakter, és hogy ő is... Mikor bosszúval feldobja a barátnőjét, az annyira... Jó, nem, de hogy azt mondom, hogy ő azért nem annyira romlott, nem, mint a többiek, igen, csak beleesik ebbe az életbe, és ő is élvezi azt, hogy kap egy klubot, amit menedzselhet, meg van valami sok pénzük, meg elkezd drogozni, és utána ebből nem tud kikerülni. Egy későbbi analógia egyébként a Sansba is volt, ilyen például Tara karaktere is ugyanez volt, hogy ő is ilyen milyen jó szándékai voltak, és neki is milyen megalázó halála volt talának. Azt én nem egyszer bírtam még. Na nekem az a jelenet, bocsánat az off-topicért, de az a jelenet a Sons of Anarchy-ba, az volt az a töréspont az életemben, onnan kezdve nem vagyok képes nyugodtan nézni ilyen sorozatokat, mert folyamatosan azt várom, hogyha két ember beszélget egy sorozatban, ilyen jellegű sorozatban, folyamatosan azt várom, hogy mikor fogják megölni egymást. Mikor fogja Gemma azért a hústűt, igen. Hú. Egyébként... Persze, értsd relatívan ezt, hogy a legszimpatikusabb, mert hogy a mafiózók között, és nyilván az elején, amíg még ő próbál, ez a, ugye az elején az a történetszála, hogy amin elindul, hogy ő próbál más csinálni, és addig ilyen szimpatikusnak tűnik, de nyilván mindenki, hogy már elmondtuk, egy veszett állat. És hogyha szerintem választani kéne, gyakorlatilag Adrián a legszimpatikusabb karakter az egész sorozatban talán, vagy nyilván ez a naivitás, ez ilyen nagyon tudsz vele törődni, vagy empatizálni. Igen, együtt érezni vele, abszolút. De abszolút ő a legtragikusabb is szerintem a striptease táncoson kívül, akit Ralfi meggyilkol. Igen. Ugye csak egy részben volt benne, úgyhogy nem... De haladhatunk tovább a karakterekkel? Vagy... Haladjunk tovább? Mert csak ezt akartam mondani, hogy ez nekem most tűnt fel sokadik nézésre, hogy jobban kéne becsülni a színésznek Drea de Matteónak az alakítását, mert ugye a Sons of Anarchy is szerepelt, igen, ugye sokáig ő volt az eredeti felesége Jacksnek, Wendy, igen, meg a jó barátok spin-off. Igen, a Joey-ba, ő volt a Joey-nek a nővére. Én onnan ismertem. Amit így csinál, meg a Sons of Anarchy-ban, meg talán a Joey-ba is, hogy annyira baszott túltágas az a tárház, amiből a színészi játékát húzgatja, szóval... És mondta, hogy ő tudott karakterbe kerülni, hogy ha már készen voltak a műkörmei, meg a magas sarkúja, meg megcsinálták a friszkóját. Egyébként ezt én úgy láttam, hogy a Paulinál is így volt általában. Jaj! De hogy szerintem akkor maradjunk a női karaktereknél, és hogyha már szóba kerültek a veszett állatok, akkor térjünk át a legfontosabb női karakterre, Livia Sopranóra. Aki a legrosszabb ember a világon. Ugyan, szerintem egyébként ő a TV történelem legjobb antagonistája. Tehát ő szerintem ilyen abszolút főgonosz ebbe a sorozatba, és amúgy is ez a magamára a kapcsolat, amiből kiindulnak, vagy ami a főszereplőhöz fűzi, egy ilyen verhetetlen felállás. Igen. Bár csak már elszólítanak. Ugye ő a Tony Sopranónak az édesanyja, és gyakorlatilag valahol minden rossz dolog, ami ebben a sorozatban történik, az valahogy hozzávezethető vissza, ahogy ő nevelte ugye a Tonyt, és egyetlen egy jó mondata nincsen a sorozatban a fiához, folyamatosan sajnáltatja magát, folyamatosan egy ilyen mártír szerepben tündököl, folyamatosan azt állítja be, mintha őt mindenki bántani akarja, és ez tényleg az a fajta idős ilyen női karakter, vagy ilyen anya karakter, aki azt mondja, hogy jaj, mennyire magára lett hagyva, és
kibírhatatlan lehet, nem, egy ilyen figurával együtt élni. Hát nem csoda, hogy a Tonynak el kell mennie pszichiáterhez, de hogy az a, ugye Tony sem akarja egy csomó ideig magának bevallani igen, ezt, mert ezt. Hogy ugye ő meg ebből az olasz mentalitásban nőtt fel, hogy a család a legfontosabb, ugye a családnak együtt kell tartania, és hát ugye ez is benne van, mint fő téma ebben igen. a sorozatban, ez a család, csak hát ezt eléggé megtépázza, nem pedig úgy beszél róla, mint a Halálos Iramban, hogy mindenki lehet a családunk, és mindenkit hát, ugye, öleljünk. Két család van, egy nagybetűs, hogy mondani szokták, family, igen. és egy kisbetűs family, a nagybetűs a választott család, mondjuk úgy, vagy ami a pénztermelés. Tony rendszeresen egyébként ennek a kontójára dönt inkább. Hát igen, mert és hát... ugye ott tud ő uralkodni, neki fontos az, hogy ez is valószínűleg egyébként azon gondolkodtam, hogy az anyja viselkedéséből, vagy gyerekkorából származik, hogy ő folyton el volt mondani, hogy iszonyat nagy nácizmussal akar uralkodni mindenki, és ez sokkal fontosabb számára, mint bármi, ami történik és, körülötte. És ugye azt hinnénk csak, hogy a jó, hát ilyen a anyuka, mert persze mindenkinek van olyan rokona, akit sajnáltatja magát, meg nem tudom, meg hogy jó, hát nyilván öregasszony, meg nem tudom, meg szigorú, meg nem tudom, de nem, a Livia Soprano konkrétan gonosz. Ő a utolsó mondata a fiához, mielőtt meghal, nem is egy mondat, hanem az, hogy egy ilyen veszekedésük után a Tony elhagyja a házát, és a jégen elesik a lépcsőn, és kineveti. És kineveti a fiát, aki elesett a... Aki úgy ment oda hozzá, hogy nem tudom, épp hozott neki valamit, hogy neki jobb legyen, vagy valami. És... Igen, Livia... egy nagyon erősen narcisztikus valaki, igen. de ő már az ilyen, nem tudom, hogy mondják ezt, ez nagyon szélsőséges, tehát hogy ő egy igazi narciszt. Borderline-nak igen. téli meg Melfi, de nyilván Melfi kérdéses. Azt mondta, hogy borderline, és később, mikor Janice meg Tony egyszer beszélgetnek, akkor Tony meg azt mondja, hogy narcisztikus. Egyébként én is először a narcisztikusra tippeltem volna, mert hogy ezek a jegyek vannak benne, hogy ez a nagyon kisebbségi komplexusa van anyukának, és ezért mindenki mást a földbe döngöl az önértékelését, hogy ő nagyobbnak látszódjon, hát, meg ez a maga, hát, önmaga sajnáltatása. De lehet, hogy borderline, nem tudom, hát, nem vagyunk pszichológusok. Meg azért ő is egy ilyen kontrollmániás. Abszolút, minden kontroll alatt. Hát meg akarja öletni a fiát, azért, mert hogy amikor a sorozat elején megy a harc, hogy a fia, vagy a junior, azaz ugye a Tony apjának a testvére lesz a maffia főnök, úgy ítélem, hogy a juniort jobban tudja irányítani. Igen, és igen, meg befolyásolni, igen. manipulálni. Igen. Meg hát és ugye... aztán ezt lehazudja, és akkor lehet mondani, hogy jaj, szenilis öregasszony, nem. de látszik rajta, látszik, hogy tudja, hogy mit csinál. Egyébként nagyon még érdekes, még dühítőbbé teszi ezt a nézőként, ezt a karaktert, hogy én nem, nehezen tudod azért eldönteni, hogy mit mímel és mit nem mondjuk az első évad végére, vagy azután, és hogy azt érzed, meg azt akarod azon a ponton érezni, hogy ez direkt csinálja, de nem lehet 100%-ig soha biztos benne, és ez iszonyat dühítő, és még jobban utálod ezt a karaktert. Érte. De és tudod hol, amikor a első évad végén a Tony, amikor a Livia ugye kórházba kerül, és a Tony meg akarja folytani egy párnával, de úgy lefogják, és nem sikerül neki, és mosolyog a Livia, mert igen. pontosan tudja, hogy a fia meg akarta menni, és pontosan tudja, hogy feldühítette a fiát, és pontosan tudja, hogy most ő jött ki győztesen a harcból. Mondjatok egy, könyörgöm, egyetlen egy izét, jó tulajdonságot mondjatok erről a nőről. Nem, a világ legrosszabb embere, mondtam. Valószínűleg ő is egy nagyon sérült családból jött, és ő nem hát, ahogy a visszaemlékezésekben kiderül, ugye a Tony nagyon sokáig így élteti az apját, vagy isteníti, és ugye az ő nyomdokaiba akar lépni, de hogy az ilyen apró visszaemlékezésekből kiderül, azért nyilván kiderül, hogy az apja nagyjából egy annyira rossz családapa volt, meg férj, mint ő, és valószínűleg a Livia Soprano ebbe is nyomorodott bele, bár már a visszaemlékezésekben sem tűnt szimpatikusnak. Vagy inkább Livia is, lehet, hogy ő is manipulálta, szerintem apukát. Csak olyan visszaemlékezés is van, amire a Tony úgy emlékszik vissza, hogy az apját is nyomorította az anyja. Igen, de hát... Igen, de Kaliforniába. De úgy persze, de ebben nem bízhatunk meg, mert ahhoz, hogy a Tony látja, és ugye a Tony úgy látja, hogy az anyja a gonosz, és az apja meg az ártatlan szent, pedig hát
ő sem volt az. Levágatta egy ember ujját az a gyereke orra előtt, igen. Minden esetre az biztos, hogy ez volt az első évadnak ugye a fő koncepciója, igen. És zseniálisan lett kivitelezve. Az első évadnak szerintem óriási érdeme, hogy a pszichológus szálát, az anyával való kapcsolatának, meg az háta mögötti összeesküvést tök jól kioszta egy lapra, vagy egy csúcspontba ott még, mert hogy ugye így abban a pillanatban gyakorlatilag a melfiszékítségével jön rá Tony, hogy az anyja meg Junior esküdött össze, vagy akarta megöletni, és az ilyen csodálatosan hozza össze az egészet. Aztán ugye újra kellett gondolni a koncepciót, mert hogy ezt már talán említettétek is, hogy Csézeletek ezt filmnek akarta, és úgy írta meg, hogy a végén megfolytja a párnával, aztán ettől eltekintett, mert mi van, folytatják a sorozatot, hogy nem nagyon gondolt arra, hogy akkor ott kéne folytatni, miután ők így összebasztak, és így a második évattal elkezd azért egy picit újraépítkezni a sorozatot az elején. Ugye Janice gyakorlatilag az elején még a Livia helyettesítésére érkezik meg, de való igaz, hogy azért az ő jelenléte ahhoz képest, hogy a második évadban már az őt alakító Nancy Marshall nagyon beteg volt, és én nagyon keveset szerepel fizikálisan benne, a jelenlét pont, az így végig benne van. Igen, de pont akartam mondani, hogy ugye a szegény színésznő meghalt, ugye nem tudom, második évad közben, talán? Valahogy úgy, hogy közepe fele volt. Között, úgyhogy szerintem a második, harmadik között. Igen, de hogy végig dolgozni akartam, mondta David Chase-nek, hogy végig ő benne akar lenni, ameddig tud, és tényleg fantasztikus alakítást nyújt. Azt nem értem, hogy akkor az a harmadik évad elején van egy ilyen szörnyű jelenet, amit ilyen korai deepfake-kel, vagy ilyen fotomontázsal így, miután már meghalt a színésznő, még egy jelenetben szerepel, hogy fölmegy hozzá a Tony, és akkor így összevágták ilyen korábbi mondataiból, és rámontírozták a fejét egy másik színésznőre, és technikailag szörnyen néz ki, és az a baj, hogy nem is ad hozzá már a kettőjük kapcsolatához, és utána a sorozatban is meghal a színésznő, és igazából szóval ez egy dolog, hogy feloldatlan marad a kettőjüknek a konfliktusa, abszolút, de hogy abszolút ez a jelenet úgy nem szolgál már semmit. Viszont tényleg végigérződik amúgy, miután meghal, akkor is az árnya gyakorlatilag végig ott lebeg a... Igen, meg tovább öröklődik a gyerekeiben. Egyébként az első évadban akartam mondani, hogy az nagyon földbe döngölt nézőként, amikor az FBI visszajátsza nekik Tonynak a lehallgatott felvételt, és Tony akkor képes végre elfogadni, amit ugye Melfinél még tagadott, hogy tényleg meg akarta öletni az anyja. És a másik meg az, hogy szerintem ezt nem lehetett volna jól feloldani, mert egy narcisztikus ember nem tud magától meggyógyulni, megváltozni, tehát nekik nem lett volna szerintem egy olyan katarzis, hogy akkor most anyuka megnyugszik, vagy bármi. Igen, azt a Chase is egy interjúban mondta, hogy valószínűleg még a sorozat vége előtt meghalt volna Livia Soprano, hogyha nem így alakul a színésznő élete, akkor is, csak nem feltétlenül azon a ponton, mert már, ja igen, most eszembe jutott, hogy elkezdték már írni a harmadik évadot, amikor megjött a halálhír, és újra kellett gondolni, hogy miről fog szólni. És az a temetés jelenet is nagyon érdekes volt különben, amikor a Livia temetésén. Az zseniális, szerintem ott a Carmela, és utána így kifakadt, hogy így látszik, hogy a Tony is így vívódik, hogy most akkor most szomorú legyen, vagy nem, mert szerintem ő meg... Az Pure Soprano epizód, az zseniális, és az a gyászra, hogy senki nem tud más mondani, és hogy a mondat, amit még ismernek, hogy nagyon szeretett téged, vagy... Nem, a what can we do, vagy valami ilyesmi, ez a hát mit lehet tenni, vagy mindenkivel megtérteni, nem tudom, hogy lehet ezt fordítani, de hogy ugyanazt mondogatják, és annyira frusztráló tényleg. Igen, senki nem tud más mondani. Igen. És a végén kifakarnak. Na, az ilyen peak, ilyen kínos komédia mellassal, hogy tényleg így feszengenek ott a temetésen. Kivéve a Kriszt, aki teljesen be van állva, és mindenféle hülyeséget magyaráz. Igen. Menjünk tovább. Livia folytatása, Janice, aki szerintem, én Janice nagyon utálom, legalább annyira, mint a Livia Sopranot. Szerintem, pedig tudom, hogy mondtad, Dávid, hogy ő fejlődik. Szerintem ő fejlődik a legjobb, nem sokat, de valamennyit, de hogy az a cseh is... Azt szerintem az a Livia kettő. Jó, nyilván Tony is valamennyire, csak hogy... Igen, ezzel vitatkoztunk Annával, vagy hát nem vitatkoztunk, csak ezt még cseréltünk. Gondoltam, cseréltünk a felvétel előtt, hogy mondtam, hogy beszéljünk Janice-ről is külön, mert hogy a Livia 2, én megmondtam, hogy szerintem ő Livia 3, vagy Livia 2, az Tony. A sorozat legalábbis mindenképp. Igen, egyébként nyilván Tony is egy ilyen
ő is örökölte, vagy is ezt látta. A Janice-ben is abszolút benne vannak ezek a tényleg, ezek a kontrollmániás dolgok, és látszik vele, hogy valószínűleg a Lívia is ilyen lenne, hogyha ha fiatalabb lenne, meg ahogy manipulál. Lenne, hát, de hogy, hogy ő néha, ha próbál, a vége felé ő jobb emberré változik, amikor bár... De ott is az a... Nem őszintén, de... Az nagyon... Ott már nagyon szar embert, ami szerintem, és van egy pont, amikor ugye a Bobbyval már együtt van, összeházasodtak, és hogy így próbáltak előzzék, vagy nagyon próbálkozik, és ott Tony nem bírja el. Nem bírja, és beleköt. Direkt. Igen, de pont azt akartam mondani, hogy amikor megállapodik, úgymond a Bobbynál ugye a Janice, akkor arra akartam mondani, hogy ott kezd ilyen jobb emberré válni, de hogy igazából a Bobbyval is azért jön össze, mert ott megerősödik egy hely a családban, mert meghal a Bobbynak a... Nem. Meg őt... Ott a Ralphival direkt azért szakít, mert hogy ő a Bobbyt egy nagyon, ott olyan elesetten nagyon jó embernek tartja, és ő szeretne... Meg lehet irányítani a Bobbyt. Igen, ő benne egy olyat lát, akire most szüksége van. Tehát, hogy nem ilyen szintű, vagy nem az irányú manipuláció, hogy nyilván ez is manipuláció. Szerintem benne van az is, hogy akkor halt meg ugye a Bobbynak a feleség. A Bobby nyilván jó helyzetben van a nagybetűs családba, és tényleg ő egy manipulálható, irányítható ilyen kezes mackó van. Én egy kezes mackó. Ő egy ilyen, szóval ő nem olyan, mint a Ralphi, aki egy totál állat. És valószínűleg azt is érezte a Janice, hogy hát nyilván kéne neki egy normálisabb pasi, mint az előző, ugye a Ralphi előtt is, akivel... Áron, az egy narkolepsziás csinál. Ja, nem a akkor aki előtte volt. Igen, a Richie April. Szóval, hogy neki is meg volt ez a típusa, és lehet, hogy igen. Valószínűleg benne volt, hogy jó, hát akkor nem az a rossz fiús típus kell, de szerintem masszívan benne van abba, hogy ő... Ugye ott az összes ilyen, nem tudom, nő, vagy egyedülálló nő, meg feleség, így vitte a Bobbynak a kajákat, és így folyamatosan áskálódott ellenük, hogy úgymond a versenyből ő betöltse ezt a helyet, hogy ő ott legyen, mint fontos feleség. A mennyire őszinte a kapcsolatuk a Bobbyval? Fú, hát ez egy nagyon jó kérdés, szerintem. Nekem az az érzésem, hogy az elején nem. Tehát ahogy amilyen türelmetlen a Bobbyval, hogy szegény Bobby ott sír, amikor megeszik a kaját, amit még a feleség. Igen. Tehát tök türelmetlen, hogy jaj, lépje már túl a feleséged halálán, meg ahogy manipulálja. Tehát, hogy néha így, tényleg így annyira fel... Hogy lehet káromkodni? Lehet, annyira felbasztam az agyam rajta, hogy így... Hát ráerőlteti saját magát a Bobbyra gyakorlatilag, hogy... Igen, tehát nem tudom, hogy mennyire őszinte, szerintem én Janice-szel kapcsolatban én nem, tehát hogy szerintem Janice nem egy egészséges lelkületű ember, ezért szerintem az ő kapcsolatai sem egészséges párkapcsolatok. Tehát nem lehet ezt ilyen normálisnak ítélni szerintem, hanem ő talált egy csávót, akit irányíthat, és akkor ezzel az élettel ő így jól el volt, nyilván mindig kellett valami más, valami új, vagy új pozi, vagy új ház, vagy bármi, de szerintem nem volt. Én sajnáltam Bobbyt egyébként. Hát igen, én is például egy végig körülbelül egyébként igen, az egész sorozatban, mert mindig olyan megalázó dolgok történtek csak vele, és meg a kapcsolat is a végére egy kicsit megalázó. Még ahogy az apja is meghalt Bobbynak. Fú, az nagyon brutális, a halálba körögi magát, hogy autóbalesetben ott ilyen epizód, az nagyon durva. De hogy valahogy a Janice-ben én azt láttam, hogy amint Tominak is végig kéne mennie, hogy megjavuljon, csak mindig valahogy megbotlik Janice, vagy nem tudom, hogy nekben meg volt jobban ez a próbálkozás, hogy jobb emberre, vagy egy sokkal önreflexívebben tudta magát kezelni. Persze, ő próbálkozott, csak mindig ilyen pasik mellett próbálkozott így átvenni azoknak a pasiknak a, úgymond az életét, de egyébként meg... Olyan a Janice, igen, inkább aki ilyen szerepeket próbált volna fel, ilyen jelmezeket próbált volna fel, hogy vajon melyik jelmez passzol a legjobban, és kiderült, hogy ó, ez a jelmez nem passzol, és akkor visszaesett ugye ugyanoda. Igen. Hogy a pasikon keresztül akarta definiálni saját magát. Igen, egyébként ez is nagyon érdekes, most eszembe jutott, hogy a sorozat nézőpontjából, hogy milyen érdekes, hogy az egyetlen testvérük, aki normális életet ér, sikerült kijutni ebből, ő belőle alig ismerünk meg valakit, mert nyilván ő ezen kívül és csak elérhetetlen távolságban van gyakorlatilag mindenkitől már, aki egy Tonyékkal kapcsolatban áll.
Igen, és tök vicces Janice kapcsán, hogy a második évad egyik nagy konfliktus az a Richie April versus Tony. Rengetegszer összevesznek, sokszor nagyon-nagyon feszült köztük a kapcsolat, ugye Richie kijön a börtönből, és ő pozíciót szeretne, hatalmat, ami őt megilleti, old school, igen, hogy neki itt minden jár rögtön. És hogy nem, és akkor sokáig szerintem azt hiszi a néző, hogy na majd lesz egy nagy konfliktus Tony meg Richie közt, és akkor a Richie kinyifan, vagy valami lesz, és így nem, hanem Janice-t megüti, aki, hát, hogy mondjam, bekattani fogja és lelövi. És egyszerűen, mikor először láttam, akkor ez ilyen sokkot kapsz. Tehát, hogy így nem, tehát egyik pillanatra a másikra Janice így bekattani, ez, és így ez volt az első ez az IMAX szerintem az egész. Igen, mondta, amit tényleg, hogy építették ezt a konfliktust, igen, és végül így úgymond random lett megoldódva, de hogy a karakterekből fakad, mert tényleg a Janice tényleg egy olyan karakter, akit így nem ütsz meg. Hát ő utána ugye a későbbi párját, elintem felejtettem az Ráfit. A Ráfit ugye így a lépcső rugdosva lefelé, igen, dobta például ki, szóval. De ott bocs, csak abban a jelenben az szerintem tök jól játszott a sorozat is azzal, hogy itt egy pillanatig nem kell fel a Ráfi, és így nem tud, így, nem tud, így egy kicsit el akarta hitetni, és a második Tony antagonistát öli meg a Janice helyette, de igen, az ilyen nagyon nagy húzás volt, és abban a kedvencem a Richie megölésében az a, amikor ugye áthívja a Tonyt, és Tony megérkezik, és ott sír a földön a hulla mellett a Janice, és ő, a Tony áll a háttérbe, és így valahogy így egy kicsit így fölfelé néz, és az arcáról így nehéz megállapítani, hogy így azt gondolja, hogy úristen, most mi történt, vagy megkönnyebbül azért, mert nem neki kell megöletni a Richie-t, tehát hogy ilyen nagyon kurva jól megvan azt csinálva az jelenet, meg így az egész történetszál, hogy így ez a Tonynak iszonyat hasznos, és ráadásul ugye a Janice is ott letudhatja és elküldheti. Igen, felrakja busszal. Vissza a Chicagóba, vagy mi is ilyen. Igen, ugyanez a másik, akinek ilyen évadon keresztül, hogyha most ugorhatunk a Janice-ről, hogy a Ráfival ugyanez volt. Azt hiszem, az ő a negyedik évadban volt, hogy neki is a harmadik és a negyedik évadban, hogy a Ráfi iszonyú visszataszító csávó volt. De hogy ott is rengeteg konfliktusuk volt, és nagyon pattanásig feszült, csak ugye hát a kapitánya és nem ölheti meg, és nem. És akkor teljesen, ott meg ilyen teljesen abszurd és ironikus, hogy egy ló miatt nyírja ki, és olyan, tehát olyan megalázó halált halt szerintem rá, és szerintem az övé az egyik ilyen, igen, a konyhában, ami százoban anarchis analógia megint, de hogy a konyh... Tehát, hú, az a verekedés, hogy ilyen féregírtóval fújják, igen, egymást, meg a serpenyővel ütik egymást, és annyira kaotikus az egész. És tényleg ez, hogy ugye látja a Tony, hogy gyakorlatilag a Ráfi megöl egy nőt ott a szemük láttára, gyakorlatilag ki, és azt elengedik, mert tényleg egy, már zavarja, hogy hát ilyet talán nem kéne, de hát mégiscsak a legjobban keresőbe osztottam, és utána állítólag, nem, ugye nem tudjuk meg, hogy mi történik azzal a lóval, akit ugye a Ráfinak a tulajdon, de aztán a Tony elkezdi szeretni, és ő gondozza, és aztán leég a pajta, hogy tényleg a Ráfi ölt el meg, de ott tényleg, és ez is amúgy mennyit elmond a Tony karakteréről, igen, hogy a ló az, ami elég érzelmet váltott ki, igen, benne, az, hogy bosszút álljon, az, hogy egy prostituáltat, ami számára olyan volt kb., mint hogyha nem tudom, a Ráfi elégetett volna egy kötek pénzt kb., és így ennyi. Nem, egy, ott azért nagyon ott kibor, volt egy ott ilyen... meg, azért lesz rossz a kapcsolat. Igen, de hogy ott nem jut el odáig, hogy megölje. Mert mondják az embere is, hogy nem teheti meg, gondolkodjon. De hogy azt mondja, hogy a lónál már nem, igen, tud gondolkodni. Nem. Igen, viszont ott kétértelmű szerintem, mert az eredeti, mert mi egyébként szinkronosan is tudom, az eredeti nyelvben talán az volt, hogy mit ártott neked, és hogy valami... Beautiful creature, tehát hogy lehet, hogy a lányra is értette, hát, de minden esetben... Mert ugye az is történt benne, hogy korábban ugye próbált tőle segítséget kérni a csaj, vagy igen, így fölhívta, vagy hozott neki talán sütit is, és igen, ugye így visszaemlékezett ezekre a dolgokra. Igen, de hát a Tony ilyen igazi, szerintem ilyen kicsit ilyen pszichopat, hogy az állatokhoz jobban kötődik. Tehát amikor a Chrisnek van, a Chris megöli a kutyát, akkor is az van, hogy nem azon akad ki, hogy Adrianát megveri, vagy függő, vagy nem tudom, hanem hogy így perceken keresztül így azon vekeng a Tony, hogy megölte a kutyát. És hát ugye a sorozata mivel kezdődik? A kacsákkal, hogy amikor, igen, megjönnek a kacsák ott a medencébe a Toninak, és ez milyen gyönyörű, és aztán amikor egy adott ponton ugye eltűnnek a kacsák, és nem jönnek, és végig csomószor van, hogy így rak ki neki kaját, és nem jönnek a kacsák, és hogy
elveszíti ezt a... Hát a medve az meg ő maga. Igen, egyébként ezt én is ezen gondoltam. Bejött a medve, azt mondják az állat. Ja, igen, igen, de hogy az egy nagyon jó igen párhuzam, hogy előtte lévő, vagy utána lévő részben van, hogy van, amikor igen felbukkan a udvarukon a medve, és akkor amikor meg egyszer így a Tony így az erdőből kimászik, mert hogy menekül a FBI-osok el ilyen árkombokron, és akkor már ugye aztán nem is élnek együtt talán, vagy már ilyen. És hogy gyakorlatilag, hogy ő tényleg az a, az a medve, az aki a családját veszélyezteti, ahogy kimászik így a bokorból. Igen, tökéletes, hogy ezt így kiszúrtam, mert hogy ez évadnyitóban van a medve, és az évad záróban van ez, tehát ilyen be is keretezi. Egyébként a Ráfiról, hogy egy nagyon ilyen látványosnak tűnik az, hogy így a Richie épületet helyettesíteni, meg hogy beszéltünk előbb is róla külön, hogy így ilyen tök random érkezik meg, mintha mindig a crew-ba lett volna, pedig azért a Joey Pence, a színész, ami a Matrixból már nagyon ismert volt akkoriban, meg a Mementóból, szóval ilyen nem egy háttérben meghúzódok, hogy el tudod hinni, hogy egyébként ő eddig is itt volt, csak mint a színész, csak hogy nem emlékszel rá. De szerintem abszolút sikerült azt megugrani, hogy ne legyen egy pót Richie April, mert teljesen más, ez tényleg maga az ördög a karakter, és ilyen undorítóan visel mindenkit, senkivel nem tud normálisan viselkedni, senkit nem is, semmilyen empátiát nem, vagy szimpátiát nem tud senkivel kiváltani. Hát gyakorlatilag majdnem gengszerháborút robbant ki azzal, hogy ugye a Johnny Sacknek, a New York-i főembernek a túlsúlyos feleségéről mond egy viccet, és ez egy komplett konfliktus forrás lesz így a későbbiekben. Hát szóval szerintem egyébként Dávid a legfőbb női karakterként még Dr. Melfit szerette volna. Utoljára. Igen, utoljára. Már átértünk a férfiekről, igen, de... Igen, Dr. Melfit. Én bevallom nektek, nekem a Dr. Melfi talán a sorozat második felétől kezdve egy a legelhanyagolhatóbb karakter. Nincs nagyon benne egyébként, ezt nagyon jól csinálja a sorozat, le. Hogy nem fél így elengedni karaktereket, és majd később visszatérni rájuk, vagy így nem, feleslegesen nem foglalkozik olyannal, akivel nem kell éppen foglalkozni. Medó is van, csomószor háttérbe szorul egyébként az, hogy elköltözik, hogy külön életet él. Igen. De igen, hát... Igen, ott el is engedték a negyedik évadban, talán csak párszor van benne, és akkor az, ugye a negyedik évad végén szakít is vele a Tony. Aztán az ötödikből visszakönyörgi magát, amikor van az, hogy az Adriánára rámásszon-e vagy nem, és akkor visszamegy. És... Igen, és egyetlen helyes döntés, amit Tony meghozott, hogy nem mászott rá Adriánára, és mekkora káosz lett az egészből, de igen, ez most egy szállnod. Szerintem nem hozza meg a helyes döntés, mert azért ott benne van, hogy így még bármi lehet, azért mennek el heroinért. Viszont szerintem beszéljünk azzal kapcsolatban Melfiről, hogy szerintetek ő amúgy egy mennyire jó karaktere így a morálisan itt. Jó mert karakter, vagy jó pszichológus? Egyrészt, hogy jó pszichológus-e, vajon, hát nem sok eredményt tud szerintem felmutatni, az az igazság a sorozat végére, de hogy ő ugye belekeveredik, ő is így szegről végről így a Tony Sopranónak a vonzás körzetébe, és szerintetek ő hogy birkózik meg ezzel, hogy őt mennyire rontja meg a Tony? Szerintem, hát igen, ő biztos, hogy ebben vívódik, hogy egy maffiavezért kezel. Szerintem sokszor fel se fogja a jelentőségét ennek, hogy kvázi ő sokszor így hozzásegíti Tonyt ahhoz, hogy jobb vezető legyen, mert szerintem azért Tony valamennyit mégiscsak fejlődött abban, hogy ilyen nagyon forró fejű volt, nagyon impulzív volt, és aztán később az évadok során próbált hidegebb fejjel gondolkodni, nem mindig sikerült, de hogy valamennyit segített neki Melfi, meg ez a szupervíziók kiain, azért ezeket tök jól beleláttunk, hogy ugye a Melfi is jár egy pszichiáterhez, és akkor ezeket így megbeszélik egymással. De érdekes, hogy ő segíteni akar rajta. Tehát ő egyszerűen ki is mondja, hogy de ő annyira segíteni, olyan elveszett kisfiút lát benne, és hogy ő megsajnálja kvázi. De szerintem egy egész jó pszichológus, de más kérdés az, hogy mennyire hozott jó döntést azzal, hogy kezelte, és amikor megerőszakolják, amit szerintem szintén ez volt a másik olyan jelenet, amit nagyon nehéz volt végignézni, amikor a Melfit megerőszakolják, de utána ott van benne a késztetés, hogy elmondja a Tonynak, mert az igazságszolgáltatás cserben hagyja, és mégse teszi. Én pont erre és akartam, erre a jelenetre nagyon akartam jó jelenet volt. Én is kitérni, hogy az egyik morálisan tényleg úgymond jó döntés, hogy ott lenne ugye a bosszúnak a
fegyvere, mert tudja, hogy ki erőszakolta meg, és igen, elrendelhetné gyakorlatilag, mert tudná, hogy a Tony megölné, uh-huh, és ő mégis meg tudja tenni azt, amit a többi karakter a sorozatban nem tudja meghozni, egy ilyen hasonló döntéskér, és az azért, hogy ő valószínűleg, mert ő egy teljesen más, ugye, morális világból érkezett a Tony előtt, és ugye ő is valamilyen szinten tényleg ilyen rajongva tekint a Tonyra, mert igen, olyan szempontból rajongva, hogy így nagyon érdeklődik, de hogy ő is valahogy érzi, hogy nem jó dolog, hogy ő kezeli, és ugye egy csomószor ki akarja dobni, és igen, van is olyan jelenet, amikor mutatják, hogy mielőtt jönne a Tony hozzá, így zugivó lesz. Igen, 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 mert teljesen kiborul, igen. Viszont a másik, amit tényleg ki kell emelni, ami nagyon egy, hát nem tudom, egy, vagy, ami nagyon érdekes, hogy tényleg láthatóan nem használ a pszichiátria, hiszen a Tony a sorozat végére nem lesz jobb ember. Nem. De elmúlnak a pánikromai. Igen, viszont tényleg ami igaz, hogy a Melfi tényleg tudatalat hozzásegíti ahhoz, hogy jobb gangster legyen a Tony, mm, mert az összes ilyen önismereti dolgot, amit tanul, azt felhasználja arra, hogy ő a későbbiekben, mint gangsterként jobb döntéseket hozzon. Szerintem Tony amúgy így tudatosan nem sokat tanul, képtelen rá, én nekem ez a meglátásom így a sorozat egész évben, viszont az impulzív viselkedéséből szerintem nagyon sokat segített neki, mm-hmm, meg ugye a pánikromokra is, tehát hogy beszéltünk róla, hogy a Ráfival is ugye végig csak kitört belőle, hogy megölj, meg nyilván nagyon sokszor elfordul ez, de szerintem, hogyha nem jár a Melfi, ez is a Melfi nem próbál segíteni, akkor még több ilyet kapunk. Viszont szerintem a Melfinél ez a, amit mondtatok, hogy nem szólt a Tonynak a megerőszakolásáról, ezt én nem tartom elégséges feltételnek ahhoz, hogy ő morálisan visszarendeződjön az iránytéje. Szerintem ő is egy olyan karakter, aki ugyanúgy eladta a lelkét az ördögnek, mint a többi gangster. És de ő tudatosan? Mármint, hogy ő viselkedik. De hogy ő látja-e azt, hogy a Tony pont folyamatosan hazudik kívülni neki, vagy pedig elhiszi, hogy pont ő tud segíteni. Igen, és ez szerintem a szupervíziókból jön ki igazán, igen, hogy ott hogy viselkedik, és ott ugyanolyan tagadásban él, mint Tony mindennel kapcsolatban. Tehát, hogy folyamatosan azt látjuk, hogy próbálja kifogásokat keresni, hogy miért legyen. De panaszkodik azon, hogy nem tud megszabadulni tőle, majd nem is akar megszabadulni tőle, szóval szerintem Melfi ez ebből a szempontból nem jött ki morálisan jó ebből az egész sorozatból, viszont az látszik ezen keresztül szerintem nagyon jól, hogy Tonynak mekkora manipulatív ereje van, mert hogy így mindenkit képes befolyásolni igazából. Én nem azt mondtam egyébként, hogy egy morálisan jó, nehéz eldönteni. Egyébként az antiszociális személyiségek is ilyen nagyon megnyerő személyiség. Mm. A narcisztikusok is ilyenek, hogy külsőre, vagy amikor beszélsz velük, akkor egy ilyen nagyon elbűvölő személyiségek, és ezt szerintem a Melfi is így hagyja magát, hogy ebbe a bűvkörbe bekerüljön, és másmerről meg is, valahol azt is érzem benne, hogy meg akarja menteni a Tonyt. Valahol. Hát igen, csak hogy ebben nekem ez így... De úgyse tudja. Mekkora ereje van ennek az embernek, hogyha még egy pszichiátert, akinek hát, ezt kell igen felismerni, és a bűvkörébe tud viszont szakolni. Igen, egyébként azon gondolkoztam, hogy lehet az lett volna a helyes, ami a Carmilla esetében a pszichiáternél, mert ott a Carmillának azt mondta a pszichiáter, hogy pénzt se fogad el tőle, mert ahhoz is tudja, hogy vért tapad. Érdekes, mert azt pont nem helyes, nem, hogy egy pszichiáter ezt mondja a páciensének, mert nem ajánlva, nem javasolhat ilyen. Persze, ez nem egy, igen, amit a Carmillának mond, ott tényleg az nem egy... Hát, hogy hagyj el a fél. De miért nem mondhatna ezt a pszichológusok? Mert mint, hogy ha olyan a helyzet, akkor a pszichológus meg nem fogja azt mondani, hogy maradja a pároddal, hanem ha olyan ez helyzet, akkor azt tanácsolja, hogy... Nincs, nem egy olyan szituáció, amire egy típus azt mondani, hogy hagyd el a férjedet, hanem, hogy nekik rá kell vezetni, nem erről szól az egész, nem akarok nagyon megjelenni, mert nem értek a pszichológiához, csak hogy... Lehet, hogy van, amikor a kommentelő pszichológusok írják meg, hogy mit kellett volna Melfinek mondani. Vagy csak a sima kommentelők, bár ők úgyis megfogják. Igen. Nem tudom, egyébként lehet, hogy igen, rávezetni, de vannak olyan szituációk, amikor ki is kell mondani dolgokat. Tehát én járok egyébként pszichológushoz, tehát én is tudom, hogy vannak olyan helyzetek, amikor az segít, ha kimond a pszichológus valamit. De nem az, hogy nyilván nem úgy, hogy ráerőszakolja a másikra,
Nem tudom, egyébként ez érdekes kérdés, mert megkérdezem. A körülmények is, tehát az első ülés nyilván az is volt, rögtön azzal kezdte, jó, hogy igen. Gangster takarodj az életéből, tehát kicsit szerintem fuss, azért erős menekülj. Volt. Igen, de egyébként... De jogos nyilván, tehát nehéz elvitatni, hogy igaza volt. Nehéz, a hatalmas kis hazugságokban is az van, mondjuk ott egyébként a sokadik ülésen mondja ki, aztán Nicole Kidmannek a pszichológusa, hogy fusson, meneküljön, mert ott azt látja, hogy totál tagadásban van a nő, de hát igen, Melfinél nem tudom, szerintem ő alapvetően jó szándékai vannak, de csak belecsúszik azért ő is ebbe, hogy nem tud kilépni. Igen, tehát ő is bekerül ebbe a kis körbe. A Melfinek a pszichológusa amúgy egy nagyon vicces, szerintem mellék karakter, aki ilyen maffia rajongó, és tényleg úgy követi ezeket az eseményeket, mint egy sorozat lenne. Ilyen popcornnal a kézben. Igen, és ugye... Utána rajtuk keresztül így a Melfinek így a, nem tudom, ilyen baráti társaságán keresztül néha felmerül a sorozatnak egy ilyen visszatérő témája, ez a olasz-amerikai identitás, és hogy ugye a David Chase a sorozat készítője, és ugye olasz származású, és hogy mennyire károsak ezek a sztereotíp figurák, mint a Tony Soprano és kollégái erre a olasz-amerikai közösségre, és ezek nagyon vicces jeleneteket zaj. És mit gondoltok a Melfi-Tony kapcsolat lezárásáról? Hogy tetszett? Ugye a sorozat végén. Hát kicsit ironikus, meg olyan életszagú is szerintem. Abszolút, igen, abszolút. Nem lehetett ezt másképp meg... Ugye, tudod, ez mindig ez zseniális, szerintem a mafiózókban, hogy mindig két választás van egy történetszál, két karakter között lezárásnak, hogy megöli, vagy nem öli meg, és eltűnik, és van egy harmadik, ami nem evidens, de úgyis azt választja nagyjából mindig. De itt azért kicsit akkor mégiscsak nem próbál jól cselekedni a Melfi, amikor tényleg már megkérdőjelezhetetlenül szembesül azzal, hogy nincs értelme, nincs az a szakmai persze, kifogás, ami mögé bújhat. Az a kérdés, hogy próbálja, hanem hogy 7 éven keresztül nem sikerült neki a jó utat választani. Tehát, hogy ezt nem arról értem azt, hogy ő mit szeretne elérni, hanem hogy mit csinált, mert nem azt csinálta, amit hogy mondjam, jó megoldás lett volna. És mennyire tartjátok szerves részének a pszichológusi, pszichoterápiákat? Mert ugye vannak rajongók, akik azt vallják, hogy ezeket át kell ugorni, mert unalmasak. Nem, hát szerintem főleg az elején nagyon sok minden derül ki a Tonyról, meg hogy a Tony hogy látja a világot, meg hogy látja ezeket a konfliktusokat, amikben van, illetve ugye, hogy például az is, hogy megpróbál ugye közeledni romantikusan ugye a Melfihez több ponton. Igen. És nyilván ezek az, hogy így szerelmes lesz a nem tudom a Melfibe, az ugyanúgy szerves része a cselekménynek. Aha. És az átívelő sztorinak, ami utána azoknak a dolgoknak, amik később történnek, mármint úgy értem, hogy a terápiás jelenet utáni jelenetekbe történnek. Szóval ez hülyeség, ez nem kiadható rész. Nem, hát meg segít megérteni a nézőnek is szerintem az ő motivumait is, meg a személyiségét is, meg azt, hogy hogy működik, hogy működnek a családi dinamikái, vagy például nagyon szépen mutatja be ezeket a családi generációs traumákat is, amiket Tony állt egy gyerekkorában, meg hogy ő hogy lett hogy lett bűnöző, hogy az apja milyen volt. Ez azt hiszem az első évadban volt kb. Igen. A legelején, amikor ezt látjuk. Szóval abszolút szükségesek szerintem. Igen, meg folyamatosan oda-vissza az előtt, meg utána történő eseményeket értelmezi, meg új keretbe helyezi. Igen. És így tök fontos az, hogy megijes, hogy miről szól, vagy mit akar mondani az egyes epizód, vagy az egész történet. Jó, akkor ebben egyetértünk, ebben nagyon örülök, ne nézzétek ezeket a jeleneteket, kiváltva a sorozatot. Ja. Szerintem Kriszről elég sokat beszéltünk. Nincs tudom, több női karakter? De rengeteg női karakter van még, de szerintem kiemelt már nincs több. Kriszről nem tudom, külön akartok-e beszélni még. Hát. Azt szerintem őt nagyjából én úgy érzem, az én részemről legalábbis, hogy kibeszéltük. Póliról akartatok. Ó, Póli, hát az a közönség kedvenc díszpincs mafiózó gyakorlatilag, aki folyamatosan tényleg így a múltban él, és ő tényleg a legnagyobb bunkó az egész sorozatban, de hogy olyanokat csinál, hogy
anyjának, a öreg idős anyjának az egyik barátnője így megemlíti, hogy ő a ágy alatt rejti, vagy otthon tartja a pénzét, és betör hozzá, és ugye az anyja meg, vagy ez az idős asszony meg rajta kapja, és megöli. És hogy ugye meg beadja az anyját a tényleg a idősek otthonába, és akkor ilyen konfliktusai vannak, hogy ott kiközösítik. És ugye a Krisztel nagyon jó, ugye a dinamikájuk egy csomószor. Ez az ilyen, folyamatosan így utálják egymást, aztán valamiért ugye össze kell fogniuk, és akkor megölni valakit, aztán megint utálják egymást. És ugye én például ott hittem azt, hogy ott lesz egy nagy konfliktus, ami szintén ilyen, amikor ő börtönbe kerül valamiért az egyik évad elején, ilyen valami olyan dologért, amit nem látunk, és ugye folyamatosan az van benne, hogy ő egyre közelebb kerül a New Yorkiakhoz, ugye a Johnny Sexhez, de hogy végül ugye nem lesz itt ezen a ponton egy ilyen ilyen jellegű konfliktus, viszont hozzá kötődik a Paulihoz a Tony Sopranónak a morálisan egyetlen helyes cselekedete. Mi? Van egy rész, amikor ugye föltárnak egy ilyen pincébe, ilyen régi halottakat talál a rendőrség, akiről kiderül, hogy azt a Tonynak az első gyilkosságát találták meg a holtesteket, és akkor a Póli meg a Tony, akik ugye részt vettek ebben a gyilkosságban, elmennek az államon kívülre valami, hát egy ilyen régi geng, olyan szállodába, vagy helyre, ahol régen jártak így, régen voltak ott a gengszerek, és ott végig a Póli a régmúltról pofázik, hogy régen milyen volt minden, milyen jó volt, és be nem áll a szája, és látszik, hogy a Tonyt akkor végtelenül nyomasztja ez a folyamatos nosztalgiázás, ez a múltba tekintés, és ott szembesül azzal, hogy azok a figurák, akire ő felnézett gyerekként, mint a Póli, aki szintén ugye a Tony apjának volt ilyen harcos társa, meg az összes többi gangster, akire ő gyerekként fölnézett, aki ő Póli akart lenni gyerekként, és hogy a Póli megragadt ezen a 30, vagy már nem tudom, 50 éves elmúlt, de úgy öltözködik, úgy viselkedik, úgy beszél, mintha nem telt volna el ez a 20 év, és ott szembesül ezzel a Tony, hogy ezek végtelenül nyomorult figurák, hogy semmit nem tudnak felmutatni az életükben, hogy hihetetlen, és van egy pont, amikor így majdnem megöli a Pólit így a hajón, az a felé, és végül nem öli meg, és így látja pedig, szóval, és amúgy a Pólit szokták tényleg a leginkább karikatúra figurának, és tényleg egy karikatúra figura, de benne is van emberség, mert ő tényleg a Tony felé valódi érzelmekkel viszonyul szerintem. De ő neki... el akarja árulni egy időben. Igen, amikor a Tony ignorálja, szóval neki az fontos, hogy ugye ő folyamatosan közel akar kerülni a Tonyhoz, és folyamatosan féltékeny, akár a Chrisre, bárkire, aki hirtelen jobb pozícióba lesz a Tonynál. Szerintem neki nem Tony fontos, hanem a saját pozíciója a fontos. Igen, én is azt mondom, szerintem ő azért hozza el azt a képet először, amin a Tony van, ugye a lóval. A ló, igen. És miután a ló meghal, ugye a Tony kidobja ezt a képet, és a Póli elhozza, és fölrakja magához, és aztán elkezdi nyomasztani, hogy a Tony nézi, és aztán átfesteti, de hogy ott benne tényleg azért néha így vannak ilyen nagyon kevés, de azért néha benne vannak ilyen emberi pillanatok, amikor van. A Tonyhoz próbál közeledni. Meg amikor az anyukájához aztán a végén átmegy az öregek otthonába, és csak leülnek együtt tévézni, úgy utána ott összecsörtéznek a anyukája, aki nem az anyukája. Ja, igen, nagyon mert, sokat veszekednek. Akkor lesz a Póli. És... az a egyik legmocsokabb dolog, amit a Póli csinál, hogy amikor kiderül, hogy a anyukája nem az ő szülőanyja, igen. És gyakorlatilag így kiközösíti, vagy hogy mondjuk kitagadja, igen. Gyakorlatilag, hogy akkor ő nem az anyja, és igen. Akkor van egy ilyen identitásválság. És még sír is. De olyan idiótán kezeli ezt egy felnőtt ember, és hát ott az anyja, aki ugye felnevelte egész igen. életében, és szerette őt, igen, és jó, hát persze nyilván törés, hogy kiderül, hogy nem ő a szülőanyja, de úgy kezeli, mintha árva lett volna, mintha egy gyerek, akit elhagynak a szülei, és
Nekem az a másik kedvenc, amikor Tony kórházban, és beül hozzá a Póli, arra emlékeztek. Igen, és hogy a Tonynak itt pofáznak, és a Tonynak itt megy fel a vérnyomásos. És egy rohamot kap Tony. Igen, a kómában lévő is. Tényleg nem minden is. De ő az egyetlen figura, aki végig kitart amúgy végül a Tony mellett, igen, aki ott marad. Nyilván ennek a Tony nem feltétlenül örül valószínűleg a végén, és ugye nem feltétlenül a szerencsén is múlik, hiszen lennének mások, csak hát ugye meghaltak, igen, másokat ugye elért a végzet, de valahogy a Póli az így immunis erre, hogy a következményekre, mert bármit csinál, igazából így valahogy megúszza a legnagyobb, igen, hülyeségeket, de ő tényleg egy annyira egy végtelenül amúgy nyomorult, önző, érzéketlen, kicsinyes. Igen, és vicces. Nem, de nagyon van az utóbbi évadokban, ugye az anyával a legtöbb szála, hogy ilyen direkt egy ilyen gyerekes karakternek van kezelve, aki abszolút nincs lélekben felnőve ahhoz, hogy 60 éves érted, és hogy élj az életét, hanem azon problémázik, hogy a fűnyíró embert kitagadják a csoportból a Green Grove-ban az anyját, és elviszi őket kajálni, és a barátnője lenyúlja az anyja zsemléjét, és kiveszi a Póli a táskájából az öregasszonynak, hogy ez az anyjáé, és oda az különösszé életet, fogja a zsemlét, kiveszi, az az anyám, és így szól a pincének, hogy ezt csomagolja el, és oda bassz a pincé, és kezéből a kettő zsemlét, és így néz, hogy ez kajon, meg kéne csomagolni, hogy elvigye minden. Igen, és ilyenekkel van felé, mert egyszerűen annyira szürreális ez a csávó. Minden szempontból. Még amikor életen a intervenció van Krisznél, akkor is az volt, hogy mondja a csávó, hogy de most nem itt elkezdünk Póli, mert mondjanak Krisznek, és így mondja, leszarom! És akkor elkezdi szídni a Kriszt, hogy mekkora egy, igen, szarabat. És ő csinál tényleg az ilyen legkicsinesebb cselekményeket. Hogy... Csak szép bassza a gyepét a Krisz új házánál. Igen. Meg a végén is a Krisznek a temetésével, amikor egy időbe teszi az anyja temetését, és kiakad, hogy senki nem jön el, és így nézett, mi a szart gondolt, hogy mi lesz, hogyha egyszerre temeti az anyját a főnök unokaöccsével, érted, és így abszolút nincs képben. Szóval, hogyha az egyik, ugye a legnagyobb samesz az talán Póli volt Silvio mellé, de ott van a kis Szelid, akiről már beszéltünk, Bobby róla. Mi a meglátás? Igen, hogy Bobby egy ilyen az egyetlen talán ebbe a branchba, aki ilyen valamennyire egy ilyen jószívű, ilyen szerencsétlen figura, ő ugye a sorozat első felében gyakorlatilag az a feladata, hogy ő a házi őrizetben lévő egyre demensebb juniornak, ugye a Tony nagybátyának az ilyen bejárója, vagy az ilyen segít neki, komornyékja kávé, és utána aztán egyre magasabb pontra ér el, de igazából őt sokáig nem látjuk, hogy semmi rosszat nem csinálna, és ő mindenkihez ilyen, valahogy ilyen empatikusan vagy emberileg próbál ugye viszonyulni, és igen, gyakorlatilag a Tony számára is végig egy ilyen, hát egy ilyen lábtörlőként használja, igen, egy csomószor, és az ilyen legnagyobb geciség a Tony részéről, amikor ugye kiderül, hogy a Bobby még nem ölt embert, és csak azért elküldi, hogy megöljön valakit, hogy a hatalmát így fitogtassa, mert előtte a Bobby, nem tudom, összeverekedtek, és a Bobby megverte, mert elkezdte ott a Janice, nem tudom, kurvázni, vagy aki akkor már a Bobbynak volt a felesége, és hiába mondta neki a Bobby, hogy na, ne, létszi, ne. És igazából szerencsétlen csávó, nem akar semmit, csak a kis játékvasutaival játszani. És szerencsétlen a végső nagy leszámolásban, amikor mindenkit megölnek, ott veszi a kis játékvasutját, és ott lövik le, és az egyik, én őt nagyon sajnáltam, ő egy jobb sorsa érdemes ember. Igen, egyébként megkövetem magam, nem Adrián, hanem ő a legszimpatikusabb karakter valószínűleg az egész sorozatban. Ő az, aki a legártatlanabb. És ő is azért kerül csak ebben bele, ebbe a körbe, mert az apja az is ugye benne volt. Igen. Mindenki old, tehát nincs új emberek nagyon. Igen. Tehát ilyen, ketten próbáltak belépni, ezt meg is haltak gyorsan, amikor a Krisznek le akarták lőni a félreértés miatt a második évadban, de hogy amúgy mindenkinek a rokona. Igen.
Igen, meg ezt egyébként mondja is a Tony, hogy ő élvezi, hogyha keresztbe tehet Bobbynak, mert nem tudom, nem tudjuk igazából, hogy miért lehet, hogy azért, mert ugye Bobby tényleg egy ilyen jószívű szinte valaki, aki Tonynak pontosan az ellentéte. Igen. És hogy nem tudja Tony felfogni, hogy valaki szeretetből cselekszik valaki iránt, vagy őszintén. És mert látja, hogy ő egy ilyen... Tudja, hogy jobb ember, és gyűlöli. Igen. Igen. És nyilván fitoktathatja rajta a hatalmát, igen. Ugyanúgy, hogy a másik ilyen szerencsétlen lábtörlő, nagyon vicces, ugye a Didi Bárnak, amit ugye... Jaj, szegény csapos, jaj, csapos, mindig csapos gyámos, és így a telefonnal veri el egy csomószor a... Fú, az nagyon... Igen. Minden évadba elveri. Minden évadba kemény, rajta tölti ki a feszül. És van egy pont, amikor már azt mondja neki a Szilvi, hogy már nem most tudom, fel akar kéne mondani, vagy el akar venni, és igen, így nem érti a Tony. Mi van? Meg a hasonló a... Ez a, ugye, úgy is volt, hogy most nem tudom, hirtelen beugrott, hogy amikor a Ralfi eltűnik, nem tudják, mi van vele, és akkor beszélnek arról, a Szilvióiek meg a többiek, hogy ez a Ralfi is milyen van, nem csoda, hogyha csak úgy eltűnik, bármi történetet vele. Emlékeztek, mi történt tavaly azzal az izét, megölte azt a táncos csajt is, igen, meg minden, és így vissza utal magára, és hozott, hogy de ez miért is történt így? Nem is tudom már, hogy miért verte, miért ölte meg, és így tényleg, hogy annyira semmiség miatt szerencsétlen lány, meg olyan undorító dolgokat csinálnak, és már nem is nem tudják, hogy miért, mert csak impulzusban működnek. Hihetetlen. Nagyon kemény. De már elkezdtünk így akkor Tonyról is beszélni, őt még a végére hagytuk. Mit gondolsz, hát, így összességében milyen ember Tony Soprano, milyen ember volt, és milyen lett? Hát ugye azért hiszem elég sokat beszéltünk már a Tonyról, mert ő is egy olyan figura, hogy gyakorlatilag ő a gravitációs központ, de nem csak a főszereplő, de hogy a minden más karakter az hozzá képest viszonyában határozódik meg. És érdekes, mert vannak pillanatok, amikor mintha megpróbálna tanulni, mintha látná a saját hibáját, de szerintem a végsőkig nem tud jó döntéseket hozni, és a végén igazából effektíve nem változik, és meghal körülöttem mindenki, majdnem a közvetlen családját gyakorlatilag leszámítva, de az összes kb. Gangster a Paulin kívül meghal. Igazából megnyeri a gangster háborút, de milyen áron, és amikor az utolsó ikonikus, nem tudom, hogy most beszéljünk-e róla a sorozat. Aha, beszélhetünk. Csak ugye, ezt a Tonyról egy picit mindenki majd. Csak ugye ezzel összefüggésbe akarom, hogy ugye a hírhet ugye lezárása utolsó jelenet, hogy beülnek ugye a Tony családja a dinerben, és csak így hopp, hirtelen, mintha el lett volna vágva a jelenet. És annó ugye ezen nagyon sokan felháborodtak, de ott abban a jelenetben látszik, hogy ugye a Tony fölnéz, mert valaki csengetnek, és látszik a tekintetén, hogy ilyen lesz ezentúl az élete, hogy folyamatosan a háta mögé kell néznie, nem lesz egyetlen egy nyugodt pillanata sem, de azért nem lesz egyetlen egy nyugodt pillanata sem, mert olyan döntéseket hozott. Ő magának okozta azt, hogy úgy kell az élete hátralévés, és tök mindegy az, hogy most amilyen, nem tudom, fanteóriák vannak, hogy ott bejön egy bérgyilkos éppen, és már nem látjuk, hogy megölik, vagy még él valamennyit, tök mindegy, hogy mi lesz, mert épp az a lényeg, hogy bármelyik pillanata lehet az utolsó a Tonynak, és saját magának okozza ezt, és nem nagyon teszt igazi erőfeszítés szerintem a sorozat egyetlen egy pontján sem, hogy más legyen. Vannak ugye pillanatai, ilyen fellángolásai, amikor a feketék meg akarják ölni első körben. Az is keresztapa egyébként. Igen, és túléli, igen, és igen, akkor mondja, hogy jaj, milyen nyugodt, békés, jó ember lesz, és aztán nem. Ez hogy elmúlik egy pillanat múlva. Igen, hát vannak ilyen felragyog, vagy ilyen tiszta pillanatai, de hogy ő nem egy jó ember. Tehát most megint eszembe jutott a szansz, hogy ott is az volt, hogy imádtuk Jax Teller, de hogy Jax is mondja magáról az utolsó epizódban, hogy én nem vagyok egy jó ember, én egy bűnöző vagyok, és egy gyilkos. Tehát, hogy te Jax-et a végén legyőzi a saját lelkiismeret. Igen, és ő megtöri a kört, úgymond. Meg ő tudja magáról, hogy rossz ember. Igen, ő tudja magáról. Tony szerintem nem tudja, tehát, hogy ő neki ez teljesen természetes. Nem is érdekli, leszarja azt is, amikor a Melfivel is azt mondja Melfi, hogy nem tetszik neki az értékrendje, azon is így felháborodik, hogy
Hát, hogy neki ez így abszolút nem tudatos. Randira hívja. És így nem érti. Hát, itt mondja a Matthew, hogy jó, akkor elmondom neki, hogy, igen. Hogy nem vegyezik az életet, nem tudom, és csak áll is vele, mondta, hogy fuck you, és áll, és ki az, bebassz az ajtót. Azon a szinkronban úgy van, hogy hülye, kurva. Igen, ő is azért egy csomószor, hogyha egy ilyen, azért gyerekes ebből a szempontból, ha nem úgy alakulnak abszolút, a dolgok. Abszolút, akkor hiszti. Az egyik kedvenc részem az, ami arról szól, hogy Tony, még valamikor az elején, a második vagy harmadik évad elején, hogy Tonynak nem kéne annyira részt venni a bizniszbe, hogy ne bukjon, tehát nem lehet sehova. És arról szól az egész, hogy semmiben nem vett részt, ami a bizniszsel kapcsolatos, hogy nehogy elkapják, mert a Juniornak a tárgyalását készítik elő. És hogy arról szól a rész, hogy Tony unatkozik. Igen. Nem vehet oda, igen. Olyan látványosan, nem tud mit csinálni, hogy bemegy, akkor egy irodát csinál magának a hulladékgyárba, akkor már iszonyatosan unatkozik. Megtervezi a céges kosárlabda meccseket. Megdugja a titkárnőt, már nem tud mit csinálni, érted? És ez ilyen karakter, hogy egyszerűen annyira a magával van elfoglalva, hogy mindig az első, hogy saját maga lelkét kielégítse azzal, hogy ő van mindenki felett, vagy hogy ő hatalmas a mindennél. Ő élvezi ezt az életet. Abszolút, és egyre jobban szerintem a sorozatban, hogy egyre több hatalmat kap, úgy egyre jobban élvezi azt, hogy senki nem lehet a közeli, hogy senki nem érhet föl hozzá, bár hatalommal. Az a érdekes, hogy a Tonynak vannak szorongásai, ugye? De hogy nem hajlandó elismerni, hogy az összes szorongása, az összes pánikrohama, minden, hiába mondja neki a Melfi, minden a választott életstílusából adódik. És hogyha más életet választana, akkor ezek megszűnnének, akkor nem kéne folyamatosan nézni a háta mögött. Hogy nem akar, igen, ő nem akar más életet választani, és hiába az utolsó pillanatban, hiába szorongva tekint maga elé, hogy kijön, hogy vajon most a bérgyilkos most lépe be az ajtón, aki majd egyszer megöli, de nem... mégsem tudja azt mondani, hogy hát ez talán más, hogy nem. Talán okosabban is lehetne élni. Ez fel sem merül benne, sosem. Szerintem nem, és azért az a vége is szerintem iszonyat tragikus mindenki szempontjából, de az ő szempontjából is, hogy gyakorlatilag senki nem marad ugye mellette, csak a egy szem Póli, és a kedvenc életem az utolsó részből, amikor kiülnek ketten a kávézni a Szatviani szelé, és így ülnek, és látott olyan, hogy ez az ember maradt, akit így életemben nem tudtam kedvelni, hogy nem is került meg, külön epizódot, amiben azt szántak arra, hogy megpróbálja megkedvelni. Ott maradt vele, és ez az ő hibája, hogy ez a büntetés. Így vagy úgy mindenki ez, aki itt eltűnt körülötte, már pedig gyakorlatilag mindenki a nagybetűs családból eltűnt körülötte. Az ő hibája, vagy hozzá kötődik. Így pont most esett le, hogy nem tudom, hogy a gyere nézni, hogy végignézzük egyébként egy egész család kiírtását, mert hogy úgy kezdődik, hogy a Jackie April volt a főnök, aki meghal a rákba, utána az unokat, vagy a testvére, a Richie April-t, ugye kinéri a Janice, utána a fiát megölik. Utána a feleségének a szeretőjét, ugye a Ralphie-t is, szóval igen. Ilyenek van, és mindenki utolér a végzet, és Tony van a középpontban, minden hozzá kötődik igazából, így vagy úgy, az ő hibájából, vagy az ő érdekében kötődik el mindenki. Az a baj, hogy szerintem már nagyon sok karakter van ebbe a sorozatba, de szerintem azért pár szót megérdem, egy fontos karakter, akiről nem beszéltünk, és akinek hasonló nyomorúságos véget ér, de ő nem hal meg. Nem tudjátok, kire gondolok? Elég sok ilyen karakter van. A Junior Sopranóra. Ja. Később akartam beszélni róla, de igen. Mert hogy ugye az egész sorozat úgy indul, hogy ugye, ahogy te is mondtad, ugye a Jersey maffia család feje, a Jackie April, aki éppen rákban van a kórházban. És ő átadja a hatalmat a Junior Sopranónak, a Tony nagybátyjának, és folyamatosan megy közöttük a rivalizáció ugye évadokon keresztül, és aztán ugye a Juniort, mint a névleges fejét ugye a maffia családnak elítélik, házi őrizetbe kerül, tárgyalás indul ellene, és hát gyakorlatilag emiatt ugye a Tony lesz az igazi maffia főnök, és aztán ugye elkezd romlani ugye a Juniornak a mentális állapota, és az utolsó jelenetük, amikor a Juniorral találkozik egy ilyen, már beutalták a Juniort egy ilyen, nem tudom... Miután előtt a rasban jött a tanít, igen. Igen, egy ilyen, mi ez? Elmegyógyintézetbe, és már semmiről nem tud a Junior, az talán a nyomorúságosabb ebből a gangster szempontból, mint az összes
többi ilyen, akik ott legép puskáznak, amikor mondja neki a Tony, hogy nem tudom, együtt uraltuk, vagy a izét a várost, és így kérdez vissza a Junior, hogy igen, hogy Igen. De az amúgy egy nagyon vicces jelent, amikor a Junior próbál gengszerfőnök lenni az elmegyógyintézetbe, és az amúgy abban a részben van az egyik kedvenc részem, amit előbb említettünk, amikor a egyik szál, másik szálon a Tony meg a Póli elmennek ugye kirándulni, és ott egy ilyen nagyon jó párhuzam van, és egy csomó ilyen epizód van a sorozatban, de nekem talán ez egyik kedvencem, amikor párhuzamosan a két sztori igazából ugyanarról szól, mert ott itt is arról szól, hogy itt van egy ilyen fiatal srác az elmegyógyintézetben, aki elkezdi példaképnek tekinteni a Juniort, mint a nagy mafiózó vezért, és elkezdenek együtt ilyen zsuga pókerjátékokat szervezni az elmegyógyintézetbe, és a másik szálba pedig, ahogy azt ugye említettem, ott meg a Póli meg a Tony, és ahol korábban ugye a Tony tekintett a Pólira példaképként, és elkezd megváltozni a viszonya, és itt pedig, ahogy a Junior ugye így gyakorlatilag ellöki magától ezt a fiatal, nem tudom, srácot, aki példaképként tekint rá, és az is egyszerűen egy nagyon, hogy ugyanarra a témára felhúzza ezt a két párhuzamos szálat, és szerintem nagyon mesterien játsza végig ezt. De hogy a Junior az tényleg végén egy ilyen tényleg halálnyomorult figura lesz. Dics talán végig. Igen. Hát nekem ő az egyik kedvenc karakterem egyébként, mert egy olyan mafiózót mutat be, akit még nem nagyon láttunk, pedig ilyen furreális az egész. Tehát, hogy így egy kis, vagy egy másodvonalbeli ember, aki megpróbál, felkapaszkodott, amit tudott, és nem volt hajlandó elhinni, vagy megbékélni azzal, hogy ő soha nem lehet, ami lenni szeretne, aztán amikor sikerül neki, akkor is csak bukni tud, és a végén meg ez a, nyilván azóta nem tudom, az Irishmanben, ha azt láttunk, hasonló történetlet kicsengés, de hogy itt abszolút szerintem zseniálisan föl van vázolva az, hogy mi történik azokkal a mafiózókkal, akik kikopnak egyszerűen, és már nem bírják ezt csinálni. És hogy az ő karakter egyrészt iszonyat szórakoztató, tehát így az összesenet meg az, hogy mindent kimond, ami eszébe jut, vagy nem is tudom, hogy így egyfolytában csak arról, hogy nincsenek ilyen korlátai, mert nem tudom, idős, meg azelőtt, hogy demens lenne egyébként. Igen. És hogy annyira vicces, a legviccesebb pillanat szerintem, de egész sorozatban az egyik legviccesebb, amikor már félig kezd ebből ez a demencia kialakulni nála, és látja a Curb Your Enthusiasmot a Félvéres című Larry David sorozatban. Larry Davidre azt hiszi, hogy ő. Jaj, tényleg, igen. Keresek a Csóri. Meg amikor a műfogsorát ott hagyja, a fent hagyja, és így bemegy hozzá Tony, és ott ül, és nézi a kis tévét, a kis hálóköntösbe, és akkor így kérdez tőle valamit Tony, és így szarok rá, de ezt úgy mondja, hogy fúzni fogsor nélkül. De egyébként szerintem nem szándékosan lőtte le a Tony. Nem, tehát nem, szerintem ő teljesen beszámíthatatlan volt. Abszolút demens volt, és ez is ennek a fajta sorozatszövésnek az egyik ilyen csúcspontja, hogy tényleg elindítják onnan, hogy a kettőjük konfliktusa folyamatosan mindig van valami ellentét, néha kibékülnek, és a végén nem odajut a tényleg a konfliktusuk végén, az egyik lelövi a másikat, ahogy annak lennie kéne, hanem hogy tényleg azért próbálja megölni, mert nem ismeri föl, és a végén így, ő is így teljesen elkárhozik, de úgy, hogy egyszerűen már nem is tudja, hogy ő ki az, meg ki volt, és tényleg amit mondasz, hogy tényleg, hogy ő próbál nagy gengszter vezér lenni, amikor látja a lehetőséget a sorozat elejétől, de hát esélye nincs rá, mert ő azért nem egy olyan jó vezető, mint a Tony, hanem egy ilyen szerencsétlen azért, aki így próbál mindenkivel kiabálni, hogy csinálják azt, amit mond, de hogy így nem igazán jön be nincs az ő. Nincs akkora tekintélye, igen. Igen. És egy picit visszakanyarodva még a befejezéshez, hogy nekem inkább azt is jelenti most azon kívül, hogy én azt gondolom, hogy arra nincs válasz, hogy helyes válasz, hogy meghalt-e a végén Tony vagy nem. Én a saját értelmezésében azt gondolom, hogy nem, mert szerintem inkább a végén az azt jelentette, hogy ez a történet kb. Bármikor befejeződött. Hát mert hogy előtte látjuk azt, hogy maga, amit mi látunk sztori, onnan kezdve, hogy pánikrohamai vannak Tonynak, és ennyi problémája van a családjával és a másik családjával, az szépen leépül, és eljut odáig a történet, hogy Tony ezen a ponton szinte biztosra tudhatjuk, hogy nem fog jobb ember lenni és megváltozni, és ettől a ponttól
fölösleges tovább nézni, mert újra ugyanazokat a köröket fogja lejátszani. Mm. És igen, én is pont erre akartam kiukadni, hogy igen, hogy az a nagy vita, hogy igen, hogy ott lelövik-e, nem? És hogy tényleg mindegy, mert igen, nem az számít, hogy ott tényleg lelövik-e, hanem hogy bármikor lelőhetik, és nagyon vicces szerintem, hogy a végén a stáblista záró zene, ugye a Don't Stop Believing zajlik, hogy ne hagyd abba az álmodozást, és mintha benne lenne egy ilyen irónia, hogy a Tony még, tudod, még lehet, hogy mindezek után hisz benne, tudod, hogy talán most együtt összeült végre a család, annyi gond után, még visszamehetnek a dolgok a rendes kerékvágásba, még lehet értelme, nem tudom, küzdeni, és aztán nem tudom, csöngetnek, és akkor fölnéz, és akkor talán bejön a bérgyilkos, aki most megöli, vagy nem, vagy 10 év múlva jön be a bérgyilkos, vagy de igazából mindegy is, hogy van egy bérgyilkos, igen. Nincs, vagy nem tudom, ott az a, meg ugye ez az egyik, hogy ezt tudod ironikusan is érteni, a sorozatmentalitása alapján, hogy Don't Stop Believing, vagy tudod úgy is, hogy tényleg Tony nem feltétlenül fogja abba hagyni a hitet abba, hogy neki. Hát úgy értem, hogy a Tony nem hagyja abba, de hogy közben tudjuk, hogy nem fog ez jóra vezetni, hogy nincs happy end ennek a sztorinak a végén valószínűleg. Ha most még nem is, nincs is meg az egyértelmű tragédiája a Soprano családnak, akkor majd a soha el nem készült hetedik évadba, vagy nyolcadik évadba. Tonynak meg megvan, mert hogy az összes embereit, az összes barátját meg kellett tölnie, vagy megölték addigra. A felesége egyszer már elhagyta, és nyilvánvalóan soha nem lesz olyan kapcsolatuk. A gyereke öngyilkos akart lenni, a másik, akit ki akart léptetni, és az Borostyán Ligás Egyetemre járatta, az visszajött a családba, hogy minden a legrosszabbul alakult ahhoz, hogy és akkor jobb ember legyen. Ezután megszólalt, hogy don't stop believing, mintha még lenne valamennyi esély innen rendbe hozni a dolgokat. De hogy nem tudsz már hinni igazából Tonyban. Nem. Na jól van, esetleg így lezárásként pár kedvenc pillanatot. Ó, ezt akartam kérdezni, hogy melyik a kedvenc zenés, nem tudom, részeitek, ha már szóba kerültek a zene. Konkrétan a zenés, vagy? Igen, hogyha már szóba kerültek, hogy milyen jó ilyen montázsok, meg zenehasználat van, ilyen zenés jelenet. Fú, nekem a második évad első része, nem, de most az a baj, nem fogom tudni mondani a számot. Egy nagyon híres Very Good Year, de nem tudom. Sinatra talán? Igen. Talán Sinatra, igen. Az egy nagyon jó montázs volt. Egyébként Sinatra után eszembe jutott a Dean Martin koncert, amit benyomtak a hajó, amikor vettek a házat. Igen. És nem adta vissza az ügyvéd a foglalót, és oda vitték a hajót, és elkezdték bömböltetni a Dean Martin válogatást. Az a hatodik évad elején lévő montázs is nagyon tetszett, és nekem most... Nagyon jók amúgy tényleg az évadnyitó montázsok. Az évadnyitó montázsok, azok nagyon-nagyon királyak, meg nekem most volt egy, amit nemrég láttam epizód, csak azért, amikor Chrisben újra csalódunk, amikor újra rászakik a heroinra, és amikor volt az a Szent Lázárnak a vására, és akkor ott belövi magát, és az egy nagyon jó, azt mondom, Frank Nielsen, a The Dolphins, amikor így csak percekig azt nézett, hogy a csávó be van állva, így nézi a fák ágait, meg a, mint a holdat, és ilyen teljesen kész van. És valahogy olyan hangulata van annak. Tehát semmi célja, de hangulata. Én is egy Chris pillanatot akartam mondani. Egy másikat, amikor mielőtt meghal, és a Pink Floydot hallgatja, és ott berakja a kocsiba, és ott érzed, hogy itt már tényleg a gödör alján van, és egy pont a Pink Floydnak is, nem tudom, igen, az a száma, ami arról szól, hogy amikor már majdnem a halálba van heroinozva a csávó, és ott hogy esélytelen már ezt a figurát megmenteni, hogy hiába próbál kikecmeregni ebből a gödörből, már nem lehet az. Meg hát ugye az egy nagyon tragikus jelent, hogy utána milyen véget ér a... Igen, abszolút. Én egy alternatívot mondanék, amiben nincs zene, de hogy ugyanígy ilyen néldó pinki fordítás, nem is tudom. Van az a rész, amiben Ralphit, amiről beszéltünk, megöli Tony, és hogy mondta, hogy gyakorlatilag úgy volt kezelve, mint a tényleg egy ilyen ördögi figura a Ralphi, és hogy erre tökre rájátszik az epizód, mert ugye az epizód úgy kezdődik, hogy a gyerekét lelövik a nyillal. És hogy az epizódban végig többször előkerül a Rolling Stones-szal a Sympathy for the Devil-nek a
szövege a párbeszédekben, ami iszonyat zseniális az egész, hogy úgy mutatkozik be a kórházba, tök indokolatlanul ráfél, hogy please let me introduce myself, akkor a pappal arról beszél, ami a szövegben is van, hogy ott voltál, amikor Jézus feláldozta magát, és azért keresztre feszített, és így végig, és hogy ilyen egészen elképesztő, baszki. Ezen kívül, ami ilyen kicsit klasszikusabb, az talán... Van az a rész, amiben a Jenny Stravesi, hogy boruljon ki, igen, és abba, annak igen. Van úgy vége, hogy elmegy, és így melyik számot játsszák a... nem tudom, mi a cím, basszus, most írtam. De igen, de az egy annyira a Tony kicsinyességének, amikor látja, hogy a Janice kezd jobb ember lenni, amikor a Janice elkezdett fejlődni, a Janice eljutott egy olyan szintre, ahova ő nem tud, és direkt kiprovokálja, hogy jobban érezze magát attól, hogy hát igen, a Janice mindig ugyanaz a picsa, ami mindig is volt, nem tud megváltozni, és én ettől most jobban érzem magam. Így van. Most elkísétel. Most erre az jutott meg eszembe így lezárásnak, bocsánat. Köszönöm. Ja, ennyit akartam, csak hogy még, hogy esetleg nem tudom, kedvenc epizódok. Hát nekem ez, amit most mondta a Ralf halála, az egyik. Az nekem is. Nyilván az ilyen nagyon antikatartikus epizódok, amik így tényleg kurva jók mindig, de például a Tracy halála epizód, amikor a Ralf meggyilkolja, az is iszonyat durva. Meg az ötödik évadban van, amikor a Chris elmegy, és az Adriana meg a Tony azzal szenved, hogy lefeküdjenek egymásra, vagy nem, iszonyat vicces az epizód, mert hogy nem is tudom, de tényleg egyszerre nevetséges, aztán átmegy ilyen nagyon vérfagyasztóba, hogy ezek mit fognak csinálni egymással, de hogy van benne egy olyan rész, amikor az történik, amit minden egyes ilyen, nem tudom, egy vígjátékban várna, hogy körbe telefonálják egymást, és onnan, nem is tudom, hogy van, hogy ömlött a szájából a vér, eljutnak oda, hogy beleélvezett a szájába. Igen, mert ugye kokainért mentek, és egy autóbalesetet szenvedtek, és úgy találták. Mindegy, és iszonyat vicces, hogy nagyon hamar átmegy abba, hogy a Kriszt már majdnem megölik. És hogy nagyon-nagyon nagyszerűen össze van szerintem rakva az epizód is. Csomó ilyen van. Nagyon nehéz is. Nekem a Berani erdő, az nagyon tetszett. Igen, a Fine Berence, nekem is top vígjáték. Az tényleg egyetlen abszurd, és fekete humor is az egész, meg... igen, amikor Tracy meghal, az nekem is tetszett, az egy nagyon durva rész volt. Meg amikor... Az egyik ilyen legemberibb szerintem, amikor a Juniorról kiderül, hogy ő most már tényleg demens, és már nem ő az, aki, és akkor a végén ott ülnek, beszélgetnek, és megkérdezi Tony tőle, hogy te nem szeretsz engem. És az látszik a Junioron, mindjárt elsírja. Én azon a jelenetem majdnem elsírtam magam a végén. És nem tud válaszolni, és csak ülnek és tévéznek. Szóval igen, ezek az ilyen apró, ilyen nagyon emberi, nagyon emberi részek. Ezeket amúgy mind adom. Nekem az egyik ilyen kedvenc, a Trace is, amúgy az is egy ilyen klasszikus, ez a szerencsétlen nő, és nem tud kiszakadni, és a vesztét okozza az, csak hogy közel került a Tony Sopranónak a bráncsához. A másik ilyen jelenet, ami nekem nagyon, amikor a T-1000-est játszó színész, Robert Patricknek van egy ő azt hiszem a Christophernek valami, vagy a Tonynak valami régi barátja, rokona, és akkor mondja azt, hogy ő részt akar venni ebbe a nagy menőknek tartott pókerjátékba, és mondja a Tony, hogy nem, és a végén megengedik neki, és gyakorlatilag összeomlik az ember élete, mert hogy eljátsza mindenét, és utána gyakorlatilag így a Tonyék így tényleg ilyen ördög, ilyen mindenféle empátia nélkül lesz, hogy akkor behajtják rajta, kihasználják, és utána így néz, és így mondják, így mit vártál, hogy mondtuk neked, hogy ne gyere, most jöttél, ez van, itt már nincs barátság. Vagy ezek ilyen nagyon undorítóak, de különben meg tudod, hogy igazuk van, baszki, miért ment ez? Tehát, hogy ő önként ment oda. Igazából, jó, nyilván nem muszáj ezt csinálniuk, nem kéne ezt csinálniuk vele, de hogy igen, tudom, abban igazából, hogy mindig elmondja, hogy nem akarja, az Ártinak is azért. És Árti, akiről nem beszéltünk, ugye a Sév barátja, aki ugye együtt nőtt fel a Tonyval, és ő a tisztességes életet választotta, de nem tud tisztességes maradni a Tony mellett, és az a durva amúgy, hogy a Tony felgyújtja ugye az éttermét az Ártinak, de hogy ő igazából ezzel akarja megvédeni,
ilyen nagyon bizarr gondolatlogikával, és ugye ez mennyi konfliktust okoz kettő között, és az Artie-nak a szála szem az zseniális, és az is baromi nyomasztó, hogy egymás után omlik össze az az ember, igen, egyre nagyobb összeomlásokba. És folyamatosan azokat a hibákat végül. És ő is ugyanazokat a rossz döntéseket hozza meg, és nem tud ő sem szabadulni ebből a pókhálóból, pedig hát neki van egy tisztességes élete, egy tisztességes munkája. Se, hogy a feleségét, mert az Adriának szerelmes lesz, hogy a fasságokat csinál folyamatosan. Hú, az nagyon random volt, igen, a Adriának szerelmi szála, az ugye semmiből jött, és... Na jó. Aztán elég alaposan kibeszéltük ezt a 25 éves sorozatot. Ajánlanád most valakinek, aki sosem látta még a Sopranos, de azóta már látott rengeteg más ilyen high concept, meg ilyen hype-olt sorozatot a Breaking Bad-től kezdve, az összeset mondjuk látta. Simán. Akkor amúgy igen, de ez elég hülye dolog lenne így a podcast 2,5 órájával, de amúgy persze igen. Csak arra akartam rávezetni, hogy azért szerintem ez egy mai úgymond veterán sorozatnézőnek nem az, hogy porosnak érződik, nem, vagy réginek nem, 25 év nem távlatából, hanem épp ellenkezőleg egy csomószor még frissebb, olyan húzásai vannak, amiket jól elszpoilereztünk most, amik iszonyat frissnek érződnek. Igen, meg abszolút nem, tehát újszerű, nem láttál azóta se hasonlót. Vannak olyanok, amik tényleg nagyon sokat táplálkoztak belőle, ugye főleg, hogy az összes rendezője, meg a főbb írói, ugye itt a sorozatokat azért 2-3 ember szokta legalább rendezni, nem minden epizódot ugyanaz az ember, rendre visszatértek az összes HBO-s presztízs vagy nagyobb sorozathoz, a, nem tudom, a Deadwood-tól kezdve a Rómán át a Trónok harcáig, akkor a két legnevesebb írói, Terence Winter ugye megírta utána a Wall Street farkasát, a sajnos rövid idejű HBO-s sorozatot, például a Bakelitet, meg a Gangster Korzót, a másik író a Matt Weiner, aki sokat dolgozott, azt mondom, 4. vagy 5. évattól kezdve a sorozaton, ő Mad Men, szóval így abszolút ilyen táptalaja volt annak, már ilyen szempontból is, hogy a sorozatos kultúrát formálja, de hogy egyszerűen annyira hasonló sorozatot nem tudsz mondani, ami úgy próbálna ennek a hiátusát, hogyha mondjuk véget ér a sorozat, hogy rögtön át tudnál ugrani rá, nyilván vannak közeliek, de abszolút egyedülálló, úgyhogy tényleg mindenkinek ajánlott. Amen. Jó, hát akkor köszönjük, hogy itt voltatok velünk ezen a héten is. Kövessetek minket mindenhol, Mátét az utcán is. Igen, Dávidnak küldjetek képeslapot, Annának meg hallgassátok a könyves podcastét. Köszönjük, sziasztok! 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 Hol volt, hol nem volt. Ennyi volt már a Roboraptor.